gyermekeink életét vagy már most érinti, vagy előbb vagy utóbb érinteni fogja, és ez nem más, mint a klímaváltozás, és ehhez két nagyszerű előadó és kutató jött el hozzánk. Szeretném bemutatni elsőként Vasáros Gábort, aki geográfus, és minden mellett pedig kutyapártos képviselő is itt a szegedi közgyűlésben, úgyhogy szeretettel köszöntjük Gábor, illetve Málovics György jött még el hozzánk, egyetemi tanár, gazdaságtudományi kar, Ökológiai Közgazdaságtan Intézetéből érkezett, és mind a kettő kutatási profilja elég erőteljesen kapcsolódik a mostani témához. Úgyhogy ja, én jó magam Berki Bogárka vagyok, én fogom moderálni ezt a mai beszélgetést, és előre elnézést kérek, mert én 5 percet tudtam meg, hogy ezt a mai beszélgetést én moderálni fogom. Úgyhogy ha egy kicsit összeszedetlenül külök, az ember tudható be, de igyekszem magam oda tenni. Rögtön egy ilyen felvezető kérdéssel szeretném indítani a beszélgetést, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy Szegedet és ezt a régiót, ezt a területet hogyan érinti a klímaváltozás, mivel kell szembenéznünk, és esetleg is egy-két példát tudnátok mondani ezzel kapcsolatban, akkor az még tök jó lenne. Hát egyrészt egy ilyen gyönyörű szép fotót így háttérbe beváltunk, mert szerintem ez a kép nagyon sok szempontból összefoglalja a problémát. Ugye egyrészt az egész Alföld kiszárad, és akkor egy jó hírt közölnöm is kell, hiszen friss információ, hogy egyébként a Duna-Tisza közi homokhátság vízpótlási programja az előre nem látható ideig el lett halasztva, ugye ez a szép megfogalmazás annak, hogy ebből nem lesz semmi. Úgyhogy egy iszonyatosan kiszáradó, rendkívül nagyon meleg aszályakkal terhelt Alföldön fogunk élni. Én igazából két dolgot emelnék, ami ezt így szerintem nagyon jól illusztrálja. 1970 és 79 között összesen volt 126 darab kánikulás nap. Idén 53. Tehát most egy fele annyit beleraktunk a rendszerbe egy év alatt, mint annak idején 10 év alatt. Ez önmagában mutatja, hogy mekkora a probléma, közben jelentősen vannak olyan területek, ahol 200 mm-re csökkent a csapadék mennyisége, ezt össze kell rakni. A legdrasztikusabb változás, ezt abban mutatkozik ki, hogy vannak olyan területei homokhátságnak, ahol a rétegvízkészletnek a felszíne 7 méter csökkent, mert a locsolással próbáljuk ezt ugye pótolni. A települési szinten is rendkívül nagy probléma ez, ugye hát szerintem most már idén-nyáron Szegeden mindenki érezte, hogy itt már nem kopogtat a klímaváltozás, hanem páros rábbal ránk rúgta az ajtót. Tehát nyáron 40 fok, este éjfélkor még 33 fok. Ugye ez a városi hőszigetjelenség jelenség miatt is van. És kiemelném azt is, hogy egyébként ez nem csak Szegedet érinti, de most már kisebb településeken is kimutatható. Így mondjuk például Hódmezővásárhelyen, de akár Zsombón, Sándor falván is érzékelhető már a városi hőszigetjelenség. És hogy egy egyszerű példát mondjak, meg kell nézni azt, hogy Szegeden, ha most végigmegy az ember, látja, hogy például a városban a tujáknak a jelentős része elpusztult, gyakorlatilag barack termés az Alföldön évek óta nincsen, kukorica az gyakorlatilag fölösleges már elültetni is, mert úgyis tönkre megy. Ellenben éppen most Baktó és Étán tapasztaltam, hogy nagyon jól terem Szegeden a füge meg a kivi, úgyhogy ha más nem, tehát megoldjuk azt az adaptációt, hogy a barackpálinkáról leszokunk és rászokunk a kivipálinkára. Én még annyit tennék ehhez hozzá, hogy én egy homokhátság széli tanyán élek, itt Domaszék, már majdnem Zákányszéken, de Domaszéknek a nyugati részén, és az, amit itt képen láttok, az ott látványos életminőséget befolyásoló tényező, tehát aki városban tölti a hétköznapjait, annak lehet, hogy ez a hősziget jelenség tűnik fel elsősorban, de valami egészen iszonyatos, ahogyan már most megváltozik a természet, ezen a nyáron és a tavaly előtti nyáron is, ugye amikor talán még a jellegén is nagyobb aszály volt a tavaly előtti nyáron, nem tudom, ezt már összehasonlították, hogy melyik volt az aszályosabb időszak, és nyilván ez olyan alkalmazkodási formákat szül, lásd locsolás, amelyek ugye fölemésztik a mi természeti erőforrásainkat. Tehát jó kérdés, hogy az alkalmazkodás, ez meddig tartható fenn. Különösen, hogyha most ugye Gábor, te a jelenlegi állapotról meséltél a fügével meg a kivivel, de a klímatudomány, én nem vagyok klímatudós, én közgazdász vagyok, de mint ökológiai közgazdász ugye
Kénytelen vagyok legalább ilyen vulgáris felszínes szinten is megpróbálni megérteni, hogy mit mond a klímatudomány, és én azt látom, hogy bár vannak modelljeink, a legfontosabb dolog, amit a klímatudomány állít, az a bizonytalanság a jövővel kapcsolatban. Tehát minél több stresszt rakunk a természeti környezetre, tehát minél több erőforrás használunk föl és szennyezést bocsátunk ki, és ilyen értelemben a széndioxid meg az összes többi üvegházgáz a szennyezés, mert felhalmozódik a légkörben és megváltoztatja a légkörnek az összetételét. Annál kevésbé tudjuk, hogy mi fog bekövetkezni, és ilyen értelemben annál kevésbé tudjuk, hogy mihez kellene alkalmazkodnunk itt a Délalföldön és Szegeden is. Mondok egy példát, amit a Holnap után című filmben kaptak föl, ugye ez a golfáramlatnak a lassulása, leállása, de ez már amikor a Holnap után című filmet is megcsinálták, ami egy ilyen buta hollywoodi mozi, már akkor is egyébként klímaszcenáriókon alapult, csak akkor ezt még senki nem tudta. De most ugye tavaly vagy tavaly előtt már jöttek el tanulmányok, hogy megmérték, hogy ténylegesen lassul a golfáramlat, ezáltal megváltoznak ugye a tengeráramlások, megváltozik gyakorlatilag az Atlanti óceánnak a teljes hőháztartása, és ez befolyásolja ugye az észak-amerikai és az európai, meg az összes többi kontinensnek is egyébként, de most mi ugye ezen az égőben vagyunk ennek a klímát. Drasztikusan, hogy hogyan, azt senki nem tudja pontosan. Tehát az a rossz hírem, vagy ahogy én ezt értem, vagy látom, hogy sajnos még ennél is bonyolultabb és rosszabb a helyzet, hogyha most ilyen 10, 15, 20, 30, 50, 100 éves időtávokban gondolkodunk, mint amit most itt a Gábor fölvázolt, és mint amit most jelenleg megtapasztalunk. Nem tudjuk, hogy mi lesz, azt tudjuk, hogy minél több stresszt rakunk a környezetre, annál valószínűbb, hogy drasztikus, és emiatt nagyon komoly alkalmazkodást igénylő változások jönnek, és mert nem tudjuk, hogy mihez kell alkalmazkodni, ezért azt sem tudjuk, hogy hogyan. Jelenleg nem tudjuk azt előrejelezni, hogy pontosan hogyan kellene alkalmazkodnunk. Én igazándiból csak egy ilyen nagyon szemléletes példát emelnék, hogy ez a folyamat, ez miért nagyon érdekes én számomra személy szerint, és az első publikáció, ami a klímaváltozást taglalja, az 1896 áprilisában jelent meg. Most 2024 van. Most már szerintem a lakosságnak csak egy harmada van, aki úgy gondolja, hogy a klímaváltozás az kamu. Tehát ugye viszonylag lassan haladunk a dologgal. Hogy mennyire nehéz előrejelezni a dolgokat, én arra helyezném ki a hangsúlyt, hogy nagyon fontos az adaptáció. Csak ugye tényleg, amit mondtad is, nem tudjuk, mi az adaptálódjunk. Tehát, hogy például bármikor most már jöhet egy olyan esőzés, ami sokkal nagyobb esőt hoz, mint amire méretezve vannak, például a csatornák. Vagy éppen jön egy olyan asszály, ami annyira kiszárítja a területet, hogy gyakorlatilag homokviharok lesznek. Idén már voltak rendes homokfúvások ugye a Duna-Tisza közén, ami azért volt szerintem nagyon érdekes, mert egyet sikeresen saját szememmel láttam, egy ilyen terepi mintavételen voltunk éppen, és hogy megindult a szél gyakorlatilag, mint egy sárga felhő, ugye gyakorlatilag olyan, mint a köd. A másik, ami nagyon fontos szerintem, hogy az előrejelzés az azért is egy érdekes kérdés, mert gondolom te is, mint klímaváltozással foglalkozó kutató, naponta megkapod akár a Facebook komment mezőbe, akár élőbe az utcán, ha ez szóba kerül, hogy miért beszélünk mi a klímaváltozásról, hát régen is volt meleg, ugye. Meg én például rendszeresen megkapom azt, hogy hát hülyeséget beszélünk mi a klímaváltozással kapcsolatban, mert hogy hát egy vulkán az több széndioxidot bocsájt a légkörbe, mint amennyi az emberi tevékenységnek az eredménye. És mindig vissza szoktam kérdezni, hogy ez komolyan gondolja, hogy az ezzel foglalkozó több ezer kutatónak még nem jutott eszébe az, hogy a bolygón vannak vulkánok. És nem, tehát nagyon sokan úgy gondolják, hogy nem. De hogy egy kicsit így térképezzünk is, én gonosz módon egyedül összeraktam egy pár képet. Ez mutatja egy cikk, ami a térjes társadalomban jelent meg nemrég. Tulajdonképpen a lényeg ezen az ábrán, hogy komplex klimatit kitettsége milyen ezeknek a területeknek. Ugye ez a mezőgazdasági, a turisztikai és az életminőségbeli kitettsége a településeknek. Hát azért látjuk, hogy az Alföld nagy része az azért a legrosszabb kategóriába esik. Tehát innentől kezdve azért viszonylag nehéz optimistának lenni. Ez tulajdonképpen azt mutatja, igen, az valamiért a PPT-ről lecsúszott, bocsánat. A minél sötétebb egy szín, annál több szempontból hátrányos. Ugye volt három tényező, a turisztikai kitettség, a mezőgazdasági és a lakossági, ugye ez egy-egy kategória, és amelyik egynek felel meg, az világos színű, ami kettőnek az közepes, és ami mind a három az a sötét színű. Hát ugye látszik, az Alföld nagy része az a legsötétebb kategóriában van. Szóval nem csak, hogy nagyobb probléma, de hogy összefüggő területként érinti a szinte az egész Alföldet. Hát azt azért
szerintem mindenki látja, mert ugye erre most bizonyítékokat is soroltatok, hogy tényleg nagy a gond, és nem csak lokális, hanem globális szinten is. A népfőiskola eseményének regisztrációjakor lehetőséget kaptak a regisztráló, vagy regisztrálni kívánó emberek arra, hogy ők maguk is tegyenek föl kérdéseket, és én azt a tájékoztatást kaptam, hogy én is tegyem föl ezeket a kérdéseket nektek. Most az első kérdés kapcsán egy kicsit ilyen, nem is tudom, holisztikusabb vizekre evezve szeretném megkérdezni tőletek. A kérdés a szó szerint így szól, hogyan lehetne a környezetvédelem hatékonyságát növelni a gazdasági növekedés fenntartása mellett, és ezt kiegészíteni még egy kérdéssel, mivel én magam is ökológiai közgazdaságtannal is foglalkozom, hogy egyáltalán kívánatos-e a gazdasági növekedés, kívánatos-e ez a fajta piaci alapú nyugvó struktúra, amiben ugye élünk, vagy esetleg valamilyen másfajta módon kéne átgondolnunk a világműködését. Jó, ha erre válaszolhatok. A környezet tehát érő stresszt, tehát a természeti erőforrás felhasználást, fogalmazunk így, és az korábban ott nem lévő anyagok, szennyező anyagoknak a kibocsátását, azt jelenleg nincs bizonyítékunk arra, hogy a gazdasági növekedés mellett lehetne csökkenteni. Tehát ez egy extenzíven kutatott, empirikusan is, tapasztalatilag is kiterjedten kutatott terület, és gyakorlatilag én azt látom, hogy az ökológiai közgazdászok, de igazából a környezetgazdászok, ez két különböző megközelítése. Két különböző megközelítése a gazdaság és a természet viszonyának az ökológiai közgazdaságban és a környezetgazdaságban. Most itt a részletekben nem mennék bele, mert nem hiszem, hogy bárkit érdekel, de hogy a legtöbben, akik ezzel foglalkoznak, azok nem gondolják azt, hogy a környezetet érő stressz az csökkenthető folyamatos gazdasági növekedés és gazdasági növekedésre való törekvés mellett. Mondok egy végtelenül egyszerű jelenséget, hogy miért van ez így. Ugye szokták azt mondani, hogy ha hatékony a környezet értelemben hatékonyabban termelünk, tehát egységnyi hozzáadott értéket, GDP-t, terméket, akármit, az kevesebb környezetterhelés révén hozunk létre, akkor csökken ugye a környezetterhelés. Ez egy tévhit, ez azért tévhit, mert gyakorlatilag a megspórolt hatékonysággal mi kezdünk valamit. Ugye a megspórolt hatékonyság az pénzben is mérhető, és ezek a kapitalizmus vállalatok, ezek olyanok, hogy ezt a pénzt ezt nem égetik el, hanem a kapitalizmus lényege az, hogy a profitot kivonjuk a termelésből, és újra befektetjük a termelésbe, vagy ugyanazon szektorba, vagy teljesen más szektorba, és ez gyakorlatilag újra energiafelhasználásra fog járni, és szennyezés kibocsátásra fog járni, és ez megeszi azt a spórolást, amely spórolást hozna a hatékonyság növekedés változatlan kibocsátási szint mellett, ugye, de folyamatosan, sőt, pont amiatt nő a kibocsátási szint, mert képesek vagyunk hatékonyabban termelni, nem lennénk arra hatékonyak, ugye akkor nem tudnánk növelni a kibocsátási szinteket. Hát ezt üzeni nekünk a közgazdaságtan. Ez saját életünkre is vonatkoztatható. Tehát elkezdünk mi, ugye a legprofánabb példa, hogy lecseréljük az izzóinkat energiatakarékos izzóra, pénzt spórolunk, emelje föl a kezét, aki ezt a pénzt elégeti, amit megspórolt, kiszámolja és elégeti. Nincs közöttünk ilyen, ugye, hanem ezt elköltjük másra, ami adott esetben lehet, hogy nagyobb ökolábnyomú, és érzi az ökolábnyom alatt a környezetek nagyobb stresszt okozó fogyasztási tevékenység. Természetesen lehet, hogy valaki a növekvő rájövedelmét azt helyben vásárolt vegán bio élelmiszerek beszerzésére költi, és így összességében zöldít a fogyasztásán, de ez a ritka eset napjaink fogyasztói társadalmában, a vállalati szinten meg ez nagyon ritkán történik meg. Tehát ez nem igazán történik meg, hogy egy vállalat akkor az átgondolja én értelemben a tevékenységét. Nem is engedi meg ez a kapitalista rendszerben élünk, hogy ez megtörténjen őszintén szólva. Erről is lehet majd beszélni. Ami szerintem, amit lehet tenni a gazdasági növekedés orientált rendszerbe, az alkalmazkodás. És az alkalmazkodás alatt mondjuk itt szerintem, ahol mi élünk, az a tájhasználatnak a megváltoztatása. Tehát valószínűleg ezt meg lehet tenni, ami valószínűleg bármilyen környezeti feltételek is jönnek, segíti az alkalmazkodást. Tehát az, hogy a víz megtartó képességét a talajainknak, az egész területnek növeljük. Erre nagyon sok elképzelés van, ezekben én nem vagyok annyira jártas, Gábor, lehet, hogy te ezeket jobban ismered, alapvetően arról szól, hogy nem kéne ennyit szántani, meg nem kéne ennyi szántóföldi kultúra, hanem több teret kellene engedni a víznek, jobban megtartani a csapadékot, a talajokat gyakorlatilag nem ennyire kizsigerelni, több erdősíteni, vagy legelősíteni. Most úgy látom, hogy elkezdtek vitatkozni az ökológusok, volt egy ilyen konszenzus, hogy erdősítsünk, de most már azt mondják, hogy lehet, hogy egy jó gyep az egyébként
sokkal többet párologtat. A párologtatásnak a csapadékképzésben nagyon fontos szerepe van, mert ha van helyben párologtatás a regionális léptékben, akkor ugye több nedvességet fog tartalmazni a légkör, és kicsapódik. Mert azt tudni kell, hogy ezek az aszályok ezek azért vannak, mert a légkörnek a víz megtartó képessége a hőmérséklet növekedésével exponenciálisan növekedik. És ha gyakorlatilag nő az átlag hőmérséklet, és megszüntetjük helyi párologtatást, mert szántóföldi alakítunk mindent, ahol nincs párologtatás gyakorlatilag egy gyephez vagy egy erdőhöz képest, akkor ez szükségszerű, hogy aszályok lesznek. Na szóval vannak erre eszközök, csak ezt akarom mondani, én szerintem ezt meg lehetne tenni. Az jó kérdés, hogy ez jelente valamit, ha és amennyiben globálisan folytatódik, vagy mit jelent ez az alkalmazkodásban, ha és amennyiben folytatódik ez a globálisan növekedésre alapuló életmód, ami még egyszer mondom, nem tudjuk, hogy hová vezet, hogy milyen környezeti feltételek között fogunk élni 20-25-30 év múlva, amit én nem mondok boldogan, mert egy 2,5 éves, meg egy 6 éves gyermekem van, de a tudomány jelenlegi állása szerint szerintem körülbelül a legtöbben ezt így látják, akik ezzel foglalkoznak. Itt ugye nagyon fontos megérteni, hogy ezek nem lineáris folyamatok, hanem a természetben a legtöbb folyamat exponenciális. Tehát a változások nem úgy néznek ki a természet, hogy elindulunk A pontból, egy egyenes vonal mentén eljutunk egy B pontba, hanem általában vannak ingadozások, másrészt egy idő után ezek exponenciálisan kilőnek ezek a folyamatok. Tehát nagyon fontos megérteni azt, hogy a 3%-os gazdasági növekedés, ami ugye egy ilyen ideája most jelenlegi a világ fő gazdasági szereplőinek, ez ugye azt eredményezi, hogy 21-22 év alatt ez egy duplázódás. Aztán a következő 21-22 év után még egy duplázódás. És akkor ott tartunk, hogyha minden úgy megy tovább, mint jelenleg, akkor 40 év múlva 4-szer akkora lesz a világ gazdaság, mint most. 4-szer annyi nyersanyagot használ el, 4-szer annyi káros anyagot bocsájt ki, 4-szer annyi terméket állít elő. Tehát ezt azért fontos tisztázni. Bocs, meg annyi, hogy a környezeti változások sem lineárisak. Tehát azt gondolják az ökológusok, hogy határértékek vannak. Tipikusan ilyen határérték, amikor a permafrost elkezd megolvadni, ugye mondjuk Szibéria és Észak-Amerikának az egyébként 365 napon keresztül fagyott, korábban 365, szökőjében 366 napon keresztül fagyott talaja az időről időre megolvad, és akkor az alatta lévő metán az felszabadul, a metánnak a fajlagos üvegházhatása. A legtöbb becslés szerint, ezt nem tudják pontosan, de kb. 21-szerese a széndioxidnak, tehát egy metán molekula 21-szerre annyit ad hozzá a klímaváltozáshoz, a globális felmelegedéshez, ha úgy tetszik, bár szerencsésebb klímaváltozásról beszélni, mint egy darab széndioxid molekula. Ez egy határérték, mert innentől kezdve le fog gyorsulni a folyamat. Ugye? És nem tudjuk visszafordítani, mert nem tudjuk csökkenteni a globális átlaghőmérsékletet, tehát nem tudjuk megadályozni, hogy ez a metán kibocsátás ez ne történjen meg. Lehet, hogy lesz technológiai megoldásunk a széndioxid és a metán légkörből történő kivonására, ezt nem tudjuk egyébként, de jelenleg nincsen olyan technológiánk, amely gazdaságosan, biztonságosan, stb. Működtethető lenne és nagy léptékben működne. A techno-optimista forgatókönyvek szerint ezt majd szépen kitaláljuk, de jelenleg ilyenek nincsenek, tehát erre most nem tudunk alapozni. Ugyanilyen határérték vagy küszöbértéknek tekinthető a golfáramlatnak a leállása. Ugye, amíg nem érünk el egy bizonyos pontot a klímaváltozásban, addig bizonyos értelemben megszokott módon működnek az ökoszisztémáink, az ökológiai rendszereink, és ki tudjuk számítani azt, hogy akkor többet locsolunk, stb. De bármikor jött egy olyan drasztikus változás, amikor radikálisan, hirtelen, előre nem látható időpontban, előre nem látható, ám drasztikus, egyes szakirodalmak katasztrofálisnak az emberi jólét szempontjából közelítve. Katasztrofik shift, egyes szakirodalmak így hívják ezt, hogy katasztrofikus jellegű, katasztrofális változások következnek. Tehát a nem linearitás, az nem csak a gazdasági tevékenység kumulálódása kapcsán áll fenn, hanem az ökológiai rendszerek változása kapcsán. Ugyan a tehetetlenség, a visszafordulatlanság és a hosszú távúság, ezek mind jellemzői az ökológiai rendszerek változásának. Tehát nem tudjuk ezeket a folyamatokat jelenleg visszafordítani, megváltoztatni. Ha most leállnánk a minden üvegházgáz kibocsátással, akkor se tudnánk, hogy most a permafrost megolvadása után pontosan egyáltalán klímaváltozás az mondjuk megállna 1000 éven belül, vagy nem. Lehet, hogy nem. Lehet, hogy most már ez megállíthatatlan. Ez csak az ábrát, ezt csak azért tettem be, pont a kép vonalra hívnám igazából csak fel a figyelmet, ez ugye a földtörténeti korokban milyen volt a bolygónak a klímája tulajdonképpen, azt foglalja össze. De itt igazából a lényeg, amit csak egyikatni akartam, pont az exponencialitás. Sehol nem láttuk egyenes szépen laposan változó görbéket, hanem mindenhol ilyen íves forma, ez ugye pont az exponenciális változásoknak a jellemzője. És amit mondtál, én ezt úgy szoktam tanítani a gyerekeknek annak idején,
Akkor repetálok ennek, hogy úgy képzeljük el egy ilyen kis gödröt, amiben van egy golyó, ami a Földet jelképezi. Ugye a kisebb-nagyobb változásokat úgy képzeljük el, mintha ezt löködnénk mi emberek, ezt a golyót, amit Földnek hívunk, jobbra-balra. Ez a saját ellensúlyai miatt, hiszen bármit teszünk, ennek vannak természetes ellensúlyai, például, hogyha széndioxidot bocsájtunk ki a légkörbe, azt egy elég jó hatékonysággal a növények fotoszintézis formájában megkötik. Igen, ám, de ha egyszer egy igen jó nagy pofont adunk ennek a rendszernek, akkor az történik, mint hogyha a kis golyó kigurulna ebből a gödörből, lemegy a domboldalon, és egy másik gödörben megáll. Ott ugyanolyan metastabil állapotban lesz, de onnan már nem fog tudni visszajönni soha. De tulajdonképpen, hogyha egyszer egy igazán nagy tockost adunk a bolygónak ilyen szempontból, akkor egy új rendszer fog kialakulni, amiről jelenleg nem tudjuk, hogy fog működni. Nyilván, ami nagyon fontos kiemelni, mint elmondtál, ugye, hogy a növekedés kényszere az azzal is jár, hogy egyrészt bele vagyunk kényszerülve egy jelenleg olyan rendszerbe, hogy mindent csinálunk úgy, mint a semmi nem történne, és amikor megijedünk azzal, hogy úristen, mi lesz akkor, ha mindent úgy csinálunk, mint most, akkor erre hogyan fogunk reagálni? Fogyasztóként. Tehát például veszünk valamit az internetről, ami majd nekünk ad egy kis környezetváltozás élményét, ugye? Ez a greenwashing jelenség. És szerintem ezt azért fontos kiemelni, mert ez a technooptimizmusnak az előszobája. Ugye, hogy majd jön egy technika, ami megvált minket. Nem tudom, tavaly ki emlékszik arra, hogy jött egy olyan internetes hír, hogy kínaiak csináltak olyan nukleáris akkumulátort, amivel a telefonokat lehet tölteni, ilyen 3 voltos pici akkumulátor, ami 50 évig termeli az áramot, és alatta ott volt több ezer komment, hogy tök frankó, meg vagyunk mentve a klímaváltozástól. Azt már senki nem nézte meg, hogy 0,00 nem tudom hány milliampert termelt az az aksi, tehát nagyjából egy olyan 3-400 kilónyi kellene ahhoz, hogy az én telefonomat feltöltsem vele. Szóval, meg vagy ilyen a fúzió. A fúziós energiával mindenki azt várja, hogy holnap megment minket. A fúziós energiával jelenleg úgy áll a tudomány, hogy 20 év múlva lesz egy prototípus. Aztán ahhoz képest nagyjából 40 év múlva remélik, hogy már lesz egy olyan fúziós erőmű, ami majd tud áramot termelni. Megjegyzem, az még tríciumot fog használni, amiből nem olyan sok van, tehát nagyjából, ha azt beröffentenénk egy 1000 megawattal, mint amivel Paks megy, akkor nagyjából 3 hónap alatt használná el a trícium készletünket. Tehát egyébként jelenleg a fúziós erőmű az messze nem áll a megoldás kategóriájában. De a lényeg, amit ezzel ki akartam mondani, nagyon fontos, hogy azt nem tudjuk megúszni, hogy majd egy technika minket kihúz a pálcból, hanem meg kell változtatnunk, és nagyon fontos volt, amit mondtál, a területhasználat. Ugyanis az egyik fő probléma a klímaváltozással nem csak az, hogy mi teleszennyezzük a légkört, meg egyébként az óceánokat, hanem az ellensúlyokat sikeresen tönkretettük. Tehát például ugye mondtam, hogy a növények viszonylag hatékonyan meg tudják fogni széndioxidot, legyen szó akár erdőről, vagy az egysejtűekről a tengerekbe. Csak ugye a tengereket jól teleszennyeztük, nem kis pusztítást okozva a tengeri élővilágba, másrészt a bolygón lévő erdőknek már sikeresen kivágtuk a 60%-át, és azért elég jól haladunk ahhoz, hogy 2070-ig meg legyen 80%. Igen, és két dolgot szeretnék mondani, hogy egyrészt amit mi most előadunk, az a technoszkeptikus álláspont. Tehát azt látni kell, hogy van egy olyan álláspont a szakirodalomban, meg a társadalomban, amelyik techno-optimista, és azt mondja, hogy az ember az egy végtelenül találékon lény, és már annyi szar helyzetből kihúzta magát. Nem tudom, a 18. században voltak ilyen viták, hogyha így szaporodnak a lovaskocsik Londonba, akkor nem sokára ellepi a várost a lószar, konkrétan ez megtörtént. De az ember azt is megoldotta, stb. Nyilvánvalóan a másik érv meg az, hogy nem lehet egy globális, tehát egy lokális környezeti problémát, nem lehet egy globális környezeti problémához hasonlítani, mert lokálisan könnyű összefogni, hogy itt ne szennyezzük el magunkat, globálisan sor. Nem mindegy. Szóval vannak érvek, ellenérvek, nem akarok most ebbe belemenni. Lehet, hogyha valaki techno-optimista előadó ülne itt, bár valószínűleg az MKKP szellemiségétől az lehet, hogy távolabb áll, és akkor ezért vagyunk mi itt, akkor lehet, hogy egy tök optimista forgatókönyvet mondana itt, hogy majd ilyen és olyan technológiákkal alkalmazkodni fogunk. Ebben én, sajnos én sem tudok ebben hinni. Ha jól tudom, terveztek beszélgetést, Bogi, a klímaszorongásról is, stb. Az se nyilván a techno-optimista forgatókönyvek kapcsán jelenik meg a mai fiatalokban, vagy akár olyan kisgyerekes szülőkben, mint jó magam. És a másik, amit szerettem volna mondani, hogy igen, tehát ez is egy bonyolult, tehát megtörtént az, hogy az erdők elkezdtek nettó széndioxid kibocsátóvá válni, ez is nagyon érdekes. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ez egy ilyen, ebben ilyen pozitív, tehát nem linearitás van ebben a folyamban, és pozitív visszatolási kurkok, akkor egy erdő, az normál klimatikus viszonyok közepette, az nettó széndioxid nyelő, hiszen ugye pont ez a fotoszintézisnek a lényege.
De most megtörtént az, hogy erdőtüzekkel, stb. Mindennel együtt ezek a kiszáradó erdők, ezek elkezdtek nettó széndioxid kibocsátóvá válni. Tehát itt nagyon érdekes, hogy akkor egyáltalán ténylegesen milyen lehetőségeink vannak az új környezeti, az általunk megváltoztatott környezeti feltételek mellett, mennyiben működnek még azok az alkalmazkodási módok, amelyeket kitaláltunk egy olyan helyzetre, ahogy mi, amikor még az ökoszisztémáink másképp viselkedtek, mert akkor még nem változhatunk meg a környezetet, és a tudásunk az abban gyökerezik, és ez egy érdekes kérdés, ebben én nem vagyok up to date, tehát nem ők napra készül szintén szólva, hogy most erről mondjuk az ökológusok mit gondolnak. Én mondom, azt látom, hogy a gyepesítést és a víz megtartást, ezt a kettőt hangsúlyozzák nagyon a tájhasználatban. És a víz megtartásnál, ugye hát ezeket most nem akarom mondani, hogy visszaadni teret a folyónak, a víznek, a csapadéknak, a csatornákat megszüntetni, amiből elvezetjük a csapadékot, és így tovább, és így tovább. Tehát csak hogy ezeket hogy csinálod meg? Hát ezeket politikai értelemben valószínűleg lehetetlen megcsinálni, mert belebuksz. Tehát ez egy másik kérdés nyilvánvalóan. Hát ugye egy nagyon érdekes dolog erre, szerintem ez szignifikáns pedig, és érthető lesz ezek a visszacsatolások. Most már jutottunk az Alföldön oda, és erdészek erről panaszkodnak, hogy most már annyira kicsi a páratartalom, meg a nedvesség, meg az éves csapadék mennyiség az Alföldön, hogy komplett erdők vannak, ahol már nincsen annyi nedvesség, ami fent tudja tartani a faleveleknek a bomlását, meg ugye a talajlakó élővilágot sikerült olyan szinten elpusztítani, hogy például a földi giliszták mennyisége lecsökkent kritikusan, és például már az avartakaró nem korhad el, nem rohad el, hanem gyűlik a erdő aljába, és ahogy ott az a talaj szinten rohad, ugye az bocsátja ki folyamatosan a metán, széndioxidot, stb. Vagy a már emlegetett szántás. Ugye most jelenleg a mezőgazdaságunk az úgy működik, hogy gyakorlatilag ezt nem is tudom, interneten hallottam, de nagyon frankó megfogalmazás, hogy gyakorlatilag a kemoterápiával tartjuk életben a talajainkat, ugye ez a műtrágyázás. Szerintem az agyonszántással tönkretettük a talajoknak a szerkezetét, akit érdekel az olvasón utána, ez egy ilyen AS-nek hívja a földrajz, szóképpen egy szántási réteg. Ahogy a nehéz traktorok végigmentek a talajon, azok letapossák szinte betonkeményre a talajt. Mögötte az eken, ahogy megy, fellazítja a talajt az eke mélységéig. Ahova meg már nem ér le az eke, ott marad ugyanolyan kemény. És egy ilyen szinte vasbeton keménységű réteg alakult ki a szántóföldeken, és ugye ez azzal jár, hogy a csapadék ezen nem tud keresztül menni. Tehát sem tavasszal, ősszel az esők nem tudnak lemenni, hello belvíz, nyáron fölfele se tudnak a kapillárison jönni a vízmolekulák, tehát a nedvesség nem tud mozogni, tehát hello nyári asszály, és közben a tápanyagok áramlása is teljesen megszűnt, úgyhogy lehet még többet műtrágyázni. Úgyhogy ez egy öngerjesztő folyamat, mert egyre jobban durvában bele kell nyúlni a talajba. Ugye erre lenne egy megoldás, például a talajmegújító mezőgazdaság, ennek egyébként sokféle útja van, mindenki a saját útjára esküszik, mert van a takarónövényes mezőgazdaság, van a mulcsozásos mezőgazdaság, van a szántásmentes vagy minimális szántásos, sokféle megoldás van valójában, itt nincs ilyen üdvözítő megoldás, ez függ a talajtípustól, attól, hogy milyen növényt termelünk, de még a mikroklimától is. De még a városokban is megtehetnénk azt egyébként, hogy nem élére nyílt fű lenne, meg beton, ami 70 fokra felmelegszik napközben, nem mondjuk legyenek fák, amik árnyékolnak. Ugye ezt jelenleg nem teheti meg egy önkormányzat, hogy teleülteti a területét fákkal, mert ugye jelenleg a jogszabályok szerint az van, hogy ahol megy közmű, oda nem lehet fát ültetni. Tehát nagyon sokszor egyébként a közmű szolgáltatók, meg az önkormányzatok ilyen, mondjuk úgy, hogy ügyesen próbálják megoldani azt, hogy ennek ellenére lehessen egyáltalán fákat ültetni. És egyébként pár éve felmerült, hogy mi lenne, hogyha ültetnénk Magyarországon 1 millió fát. És akkor a közvélemény így furcsán néz, hogy úristen, minek olyan sok fa. Én gyorsan fejbe kiszámoltam, hogy hát az pár hektár. Nem sok. Tehát Csongrád megyében csak a mezővédő erdősávoknak a pótlására nem lenne elég. Ugye ez miért fontos? És akkor szerintem ez mutatja egyébként azt, hogy mennyire komplex a dolog. Kivágták a fasorokat, amikor a TS-eket megcsinálták a nagy szántóföldeket, hogy egyben nagyba lehessen őket művelni. Ez neki volt egy ilyen mellékhatása, hogy ezek a fák ugye nem lassítják most már a szelet, hiszen nincsenek ott. A szélerózió felgyorsult, és tavasszal meg ősszel ezek a szelek kiszárítják a talajt. Tehát még ha ugyanannyi eső este, mint a 70-es években, pusztán a mezővédő erdősávok hiánya miatt még akkor is nagyobb lenne az asszály nyaranta. Csak emiatt, mert a szélerózió beindult, plusz ezt a port hordja be a szél a városba, és akkor ezt a városiak belélegzik, vagy a falusiak is nyilván. És akkor az egész az a legszebb, hogy ma már nem tudod ezeket visszarakni, hiszen akkor nem jönnének ki azok a hektárok, amik kellenek a területalapú támogatáshoz. Tehát egy ilyen 22-es csapdája alakult ki. Szerintem ez ilyen szemléletes példája annak, hogy mennyire rossz felé el tudjuk magunkat vinni. Hát igen, nagyon köszönöm, hogy erősítettétek bennünk a klímaszorongást.
rendkívül jól csináltátok. És igazából itt én nézegettem a kérdéseket, és összemondnék néhány kérdést, illetve megpróbálnék benne egy ilyen logikai ívet is felépíteni. Nagyon sok ijesztő dologról hallottunk, arról, hogy mennyire fenntartatlan ez a struktúra. Kicsit ilyen szélmalomhatnak tűnik bármilyen kezdeményezés, hogy ennek olvasatában, hát a gilisztákban is beszéljünk, tehát itt azért nagyon komoly gondok van, de most jelent félretépés, és ráadásul ugye még ott a technológia szerepéről beszéltünk, akkor van egy harmadik csapat is, a technopesszimisták, akik azt mondják, hogy nem elég, hogy a technológia nem elég gyors ahhoz, hogy megoldjon ilyen problémákat, de nagyon sokszor maga a technológia hoz létre problémákat, és ugye erre mindannyian tudunk példát, mondom, Csernobilra például, amikor egy technológia által előidézett nagyon súlyos katasztrófa volt. Tehát hogy innen van, hogy úgy kéne fordítani a beszélgetés, hogy nehogy menjen haza a hallgatóság, hogy mindenki eredmányt, ahogy a Gábor mutatja. Van-e bármilyen megoldás, és itt most azért egy-két megoldást mondtál nekem, Gábor, ami lokális szinten alkalmazható, vagy akár a mezőgazdaságban, mint szektorban. De esetleg vannak-e olyan globális léptékű stratégiák? Tehát tudunk-e fordítani ezen a rendszeren, ha mondjuk az egész gazdasági vagy társadalmi rendszerünket nézzük, és ezek viszonyát a szélesebb ökológiai rendszerrel, ami megmentene minket attól, hogy itt egy olyan egyensúlyi állapot álljon be, amiben mondjuk az emberi fajnak nincsen helye és szerepe. Szerintem ilyen helyi szintű kísérletek és megoldási lehetőségek vannak, akár a saját éles stílusunkban, ha gondolkodunk, akár kis közösségi kezdeményezésekbe, de nyilvánvalóan ugye a probléma az az, hogy ez egy nem véletlenül globális problémának hívják, mert mindegy, hogy ezt a széndioxidot hol bocsátják ki, aznak a légköri eloszlása az körülbelül egyenletes, és ha Kínába bocsátják ki, akkor is előbb-utóbb ugyanolyan hatással lesz Szegedre, mintha Szegeden bocsátottuk ki. Tehát ilyen értelemben, ahogy így a kérdésed sugalta, nyilvánvalóan itt nagyobb léptékű megoldásokra is, vagy lépésekre is szükség lenne. Én azt, az én jelenlegi tudásom nekem, vagy velem azt mondatja, hogy sajnos a kapitalizmus, a globális kapitalizmus keretén belül ezek nem fognak bevezetésre kerülni. Tehát egy csomó elemzés van arról, hogy ami működik a közgazdaságtanban, ilyen például a széndioxid kvóta kereskedelem, ugye ennek az a lényege, ez biztos hallottuk, hogy az EU-ban létezik ez a rendszer, globálisan is létezett ennek. Ez papíron közgazdaságtanilag a közösségi emberben borzasztó hatékony, mert az történik, hogy nem kell minden egyes szennyezőnek csökkentenie a kibocsátását, mert a szennyezők kapnak egy együttes sapkát, pont azért, mert mindegy kibocsátja ki a széndioxidot. Ez nem olyan, mint a kén, nem egy lokális szennyező, ez egy globális szennyező. És akkor ők ezen a sapkán belül eldöntik, hogy kicsökkenti a szennyezését, mert akinek drágább csökkenteni, az majd kvótát vesz attól, akinek olcsóbb csökkenteni, és többet tud csökkenteni. És ez gazdaságilag sokkal hatékonyabb, mint hogyha mindegy egy szereplőre rakunk egy kvótát, mert ott sokkal drágában jön létre ugyanaz a mennyiségű széndioxid kibocsátás csökkentés. A gyakorlatban azonban, amikor ezt bevezették, akkor az történt, hogy egyrészt minden nemzetállam az Európában is, de más országokban is vannak erről tanulmányok, ugye ezt nagyobb léptékben érdemes bevezetni, nem nemzetállami léptékben, hanem mondjuk regionális, nemzetek feletti, szupranacionális léptékben. Akkor irgalmatlan magas kvótát harcolt ki magának mindenki, olyan magas kvótát, hogy évtizedekig még gyakorlatilag ne kelljen csökkentenie. Plusz bevezették a bankolásnak a lehetőségét, ami azt jelenti, hogy magas kvótán van, ezért spórolni fogok, és azt elrakhatom még a jövőre, tehát bebankolhatom magamnak, tehát félrerakom, és akkor még később kell elkezdenem csökkenteni, hiszen van egy csomó a bankban, amit majd később felhasználhatok. Vagy bevezették a kiotói egyezménybe annak volt úgynevezett Annex 2, tehát a második függelében felsorolt országokat, és ott volt a Green Development, Clean Development Mechanism, tiszta fejlesztési mechanizmus, hogyha valaki Indiában megvalósít egy európai cég egy tiszta fejlesztést, ami azt jelenti, hogy létrehozott egy fejlesztést, és bizonyítja, hogy azzal csökkent az ottani széndioxid kibocsátást, azt jóvá íratja magának Európába.
Na de most ez úgy történt, hogy leadtak egy tervet, és azt mondták, hogy én építek, ja, szénerőművekre sikerült már kvótát szerezni Európába. Tehát Indiában megvalósított szénerőművekre sikerült kvótát szerezni, mert azt mondták, hogy az európai cég az hatékonyabban, ökohatékonyabban csinálta meg a szénerőművet Indiában, mint az indiai cég csinálta volna meg, ezt, és akkor ezt egy bizottság elbírálta, akit létrehoztak ebbe a mechanizmusba, és akkor az ezt azt mondta, hogy ez rendben van, és akkor kapsz Európába kvótát. Mindezt azért mondom, vagy az, arra hozom példának, hogy ezek a papíron jól mutató elméletek, ezek, a, ha be akarjuk őket vezetni valós feltételek között, akkor mindig számolni kell azzal, hogy kinek állnak érdekében, és kik az ellen érdekeltek. És jelenleg gyakorlatilag akiknek a kezében a döntések vannak, azok egyáltalán nem érdekeltek ezen döntések bevezetésében. Most a kollégánknak, Gébert Juditnak megjelent egy könyve, Hogyan lehetséges ökológiai közgazdaságtan címmel, és volt Pesten egy könyvbemutató, és én is ott voltam, és ott mondta, pont a Judit citált egy tanulmányt, hogy például az Európai Parlamentben csomó képviselő azt érzi, hogy igen, jó lenne valami nem növekvő, stb. Gazdaságra áttérni, de úgy érzik, hogy ennek még nincs itt az ideje, meg ez nem lehetséges, stb. Tehát, hogy mindenki úgy érzi, hogy ez lehetetlen megvalósítani. Biztos ismeritek azt a mondást, hogy könnyebb elképzelni a Földnek a végét, mint a kapitalizmusnak a végét. Én ezt így látom. Tehát én abban bízok, válaszolva fogja a kérdésedre, hogy hogyan lehetünk optimisták, hogy tévedek. Én abban bízok, hogy tévedek, mert a jövő bizonytalan, és én abban bízok, hogy egyrészt nem következnek be azok az események, amitől tartok, és abban bízok, hogy tévedek akkor, amikor technoszkeptikus vagyok, és azoknak lesz igaza, és nagyon bízok ebbe, még nem is így gondolkodom, mert tudom, hogy tudatlan vagyok ilyen értelme, nem láthatom a jövőt, akik sokkal optimistábbak nálam a tekintetben. Elnézést, hajnalban szoktam kelni a két kisgyerek mellett, nekem ez már ilyenkor már én fürdetek, meg altatok, meg én magam is alszok szinte, azért akad már kicsit a nyelven. Na szóval abban bízok, hogy azoknak lesz igaza, akik másképpen gondolkodnak, mint én. És erre van, ha őszinték vagyunk, ez elképzelhető, tehát ha optimizmust akarunk, akkor azt mondom, hogy ez simán elképzelhető. Hát miért tudnám én, Málom és Győr, vagy bárki más, hogy mire? Senki nem tudja igazából, hogyha őszinték vagyunk. Hát ha. Londont se öntött el, ugye, a Londont se fulladt meg a lótrágyába. Én szerintem egyébként egy csomó olyan dolog van, amit akár kicsiben is el lehet kezdeni, aminek később lehet globális hatása, hiszen ha belekezd, gondolunk annak idején, az ózon kérdés az egyetemi embereket érdekelt, a végén olyan nagy botrány lett belőle, hogy rávették a gyárakat a politikusok. Bocs, Gábor, reagáltak erre gyorsan. És elnézést, ez nem az optimista nézőpontot fogja erősíteni. A halogénezett szénhidrogéneket egyetlen egy dologra használták, hűtésre. Egyetlen dologra használták, és akkor a montreali egyezmény 85-ben akkor hozták létre, amikor CFC-ből csináltak HCFC-t, tehát stabilizálták a molekulát egy hidrogén molekula hozzáadásával, és azt gondolják, hogy az fölkerülve az ozon rétegekhez. Tehát egy funkcióba használták, és volt technológiai alternatíva. Ez nem vedhető össze azzal, hogy a mi civilizációnk az fosszilis függő. Mert egy élelmiszerkalóri létrehozása az valószínűleg több, mint egy. Egyes kimutatások szerint olvastam, ilyen 10 kőolajkalóriát használunk el, hogyha beleszámolod a gépnek a megtermelését, a műtrágyát, a kőolaj használatot, a szállítást, a csomagolást, a csomagolóanyag előállítását, a főzést, a mit tudom én, micsodát. Tehát az, hogy te neked sikerült egy vészhelyzetben, egy jól látható következményekkel járó, és rövid távon jól látható következményekkel járó vészhelyzetben egy olyan anyagot kiváltani globálisan, aminek nagyon gyorsan létrehozták a technológia helyettesítőjét, az nem vedhető össze egy civilizációs problémával, azt gondolom. Bocsánat, nem az optimista vonalat erősítettem a tekintetben, de szerintem ez nem jó analógia ezzel, ez az analógia, amit mondtál. Most ezt nem ellened mondom, csak szerintem ez nem jó analógia a tekintetben, hogy ez a széndioxidra nem vonatkozható meg a fosszilisekre. Igen, ebben egyébként egyetértünk, hogy a széndioxiddal ez nem fog működni, és akkor egy példa az ott is van egyébként az elektromos közlekedés, és ugye szerintem egy ilyen tévút, mikor attól várjuk a világ megváltását. Hát ugye egyrészt Magyarországon azért szerintem már a döntő többség az embereknek látja, hogy milyen externáliai vannak az akkumulátorgyártásnak. Gödieket meg lehet kérdezni, ha valakit érdekel mélyebben. Hát igazából ami fontos, hogy a techno-optimizmus, akkor én is egy kicsit anti-optimista leszek, vagy nem tudom, milyenre a jó szó, nem leszek optimista, hogy nagyon szeretjük az álmegoldásokat, ami nagyon kényelmes, jól néz ki, szexi mondhatni, jól lehet vele, mit tudom én, döngetni a belvárosba, vagy mondjuk menő, hogyha fölveszem, mert olyan
de teljesen haszontalan, sőt sokszor ront a helyzeten. Ugye az elektromos autónak az az ígérete, hogy az nem szennyez. Ugye ez félig igaz, félig nem. Tehát amikor éppen áll a dugóban, akkor éppen nem szennyez, ez tény. Csak hozzá kell tenni, hogy az autónak a gyártása az még környezetszennyezőbb, mint a hagyományos autóknak a gyártása. És azért az csak végig kell kicsit józanul gondolni, hogy az nagyjából 1 milliárd benzin és dízelüzemű gépjármű okozta problémára, vagy tényleg az a megoldás, hogy gyártunk másik 1 milliárdot, csak eltérő hajtáslánca. És hozzáteszem egyébként az olajipartól még azzal se szabadulunk el, hiszen a gumialkatrészek, műanyag alkatrészek, kenőanyagok és a gumikerék gyártása az mind olaj alapú. És ugye a városi légszennyezésnek egy szignifikáns eszköz egy eleme egyébként az a por, ami a gumik kopásából ered, ami az elektromos autónál ugyanúgy megtörténik. Tehát, hogy jó belélegzünk, annak egy része az a gumik por. Hát ugye, aki életében vezetett már, azt tudja, hogy pár évente kell gumit cserélni egy autón. Ami szerintem nagyon fontos, és ez a szembesíteni kell az embereket, ami szintén utaltál rá, hogy a klímaváltozásnál nem léteznek azok a piros kis vonalak, amiket mi rajzolgatunk a térképre. A klímaváltozás nem érdekli, hogy hol van az Európai Unió határa. A klímaváltozás nem érdekli, hogy Magyarországnak hol vannak a határa, de a klímaváltozás még az sem érdekli, hogy Szegednek hol van a határa, vagy Hódmezővásárhelynek. Tehát nagyon fontos megérteni, hogy ami történik Szegeden, az fog történni Hódmezővásárhelyen is, az fog történni Sántorfalván is. Tehát a mikroléptékű együttműködés sem valójában mikrolépték, tehát ez fontos kiemelni, hogy amikor arról beszél egy tudós, hogy kis léptékben kell tenni valamit, bocsánat, azon nem azt érti, hogy akkor most egy szomszédságban, egy házmesternél, vagy mondjuk teszem azt akár egy utcában, hanem arról van szó, hogy mondjuk egy funkcionális várostérségben, ami Szeged esetében nagyjából Hódmezővásárhelyen túlindul és Móra-Halomnál ér véget. Mert ez egy egység. És ha nem tanulunk meg egyrészt nagy, ilyen szempontból egyszerre nagyban és kicsiben gondolkodni, akkor semmit nem fogunk tudni tenni. Nekem annyi optimizmusom van veled szemben, hogy én azért azt még mindig úgy gondolom, hogy ha egyszer igazán jól beüt a klímaváltozás, és nem úgy, hogy helyben, hanem hogy az egész bolygón egyszerre jól beüt, akkor talán eléggé bepánikolnak majd a döntéshozók, és akkor fognak valamit tenni. Ugye ezért fontos kiemelni azt, hogy azért ezek a cégek, akik most jelenleg a világon iszonyatosan szétszennyezik a bolygót, és nem csak a klímaváltozásra kell gondolni, hanem mondjuk a globális talajpusztulásra, amit a túltolt mezőgazdaságokhoz, vagy akár a tengerek szennyezésére is gondolni kell. Azok a cégek azért csinálják, hogy megveszünk a termékeinket. Minden egyes alkalommal, amikor megyünk a boltba és veszünk egy környezetszennyező módon ellátott terméket, akkor ezzel gyakorlatilag szavazatot adunk ezekre a környezetszennyező dolgokra. Nyilván itt egy nagy probléma az, hogy valójában nem tudjuk, hogy melyik termék milyen környezetszennyező, hiszen a marketing az gondolkodás nélkül el fogja érni, hogy ez környezetbarát. Ugye ennek a legprimitívebb módja a zöldre festés, akkor szó szerint zöldre színezik. Nem tudom, ki látta-e, Amerikában már az embetűs piros-sárga étterem, ami hazánkban is viszonylag népszerű, az ott már zöld-sárga. És az emberek, vagy veszed a nadrágot, és rá van írva, hogy ez ökológiailag fenntartható, és akkor a honlapjuknak a 129. almenőjébe kisbetűvel oda van írva, hogy ez mindössze annyit jelent, hogy a nadrág ugyanolyan környezetszennyező módon készült, de a címke az újrahasznosított papírból van. Én ez annyit tennék hozzá, hogy én egyáltalán nem bízom a politikai döntéshozók belátásában semmilyen szinten. Természetesen Vasárus Gábor és Tóth Bedek Csanár és Kovács Gergő kivételek, meg a többi LMP-s, aki most idézőben tűz közelébe került, bár két képviselővel egy többségi polgármesternél ezt tűz közelnek nevezni, az szerintem erős túlzás. De ezt ne értsetek félre, csak azt akarom, hogy nyilván kis befolyása van az embernek a összességében. Még a képviselő is a döntéshozatali folyamatokra, hogyha egy erős többség áll vele szemben adott esetben. Én sokkal inkább szimpatizálok azokkal a mozgalmakkal, amik ezt komolyan veszik. A Greta Thunberg féle mozgalom, Fridays for Future, XR, Extinction Rebellion, és a többi, és a többi. Tehát amikor leülünk és tiltakozunk egy reptérépítés ellen, egy bányanyítás ellen, stb. Van egy ilyen mozgalom, hogy leave the oil in the soil. Tehát, ha megnézitek, senki nem akar úgy küzdeni a klímaváltozás ellen, hogy nem bányásszak ki az összes olajat. Nincs olyan politikai döntéshoz, amelyik ezt mondja. Pedig itt kezdődne szerintem a megoldás, hogy azt mondanánk, hogy, és egyébként nyilván az ökológiai közgazdászok ezt régóta mondják, különböző erőforrások tekintetében, hogy mostantól kezdve nem bányászunk olajat, és úgy próbálunk meg alkalmazkodni, és úgy próbálunk meg gazdasági növekedni, ha minden áron gazdasági növekedni akarunk, és kapitalizmust csinálni. Ezt az ég egyet a világon senki nem mondja. Tehát ilyen értelemben én szerintem a
konfliktus paradigma, ami ugye tulajdonképpen Marxtól jön, tehát ez egy ontológiai lételméleti paradigma, ami amit tulajdonképpen szerintem Marxnak az igazi erénye volt, mert ezt hozzákötik, ami azt mondja, hogy fel kell ismerni a társadalomban lévő valós érdekkülönbségeket, mert ezek léteznek. Ez nem azt jelenti, hogy a tudományos szocializmus meg nem tudom, megvalósítható, nem erről van szó, ez valószínűleg tévedés, de hogy ezeket fel kell ismerni, és amikor arról gondolkodunk, hogy egy társadalomban a változás az honnan és hogyan érkezik, akkor mindenképpen ezek reflektálni kell. Szerintem abban sok igazság van. Szerintem ezt még nem cáfolták. És ilyen értelemben szerintem ebbe a változásba az érdekeltek, azok nem a politikai döntéshozók, hát nem ezzel foglalkoznak. Nézzétek meg, mivel foglalkoznak a politikai döntéshozók. Akár békeidőben, vagy de ha meg a békeidőben rosszul állnak, akkor meg csinálnak nem békeidőt. Nem ez érdekli őket. Ez nem tudom, én nem vagyok politológus, de biztos elemzik a politológusok azt, hogy kiből lesz ilyen vezető, és nem, ők szerintem nem pont olyan lelkületű emberek általában, mint az átlagember. Nem ez érdekli őket. A nagyváltókat nem ez érdekli. A más szempontok mentén működnek. A zöldre festésén lehet színe nagyváltót, de hát azt tanítjuk mikroökonomiából a hallgatóknak, és sok hülyeséget tanítunk, de szerintem ez konkrétan igaz, hogy a vállalatot azért hozzák létre, hogy profitot termeljen a tulajdonosoknak. Nem azért hozzák létre, hogy megmentse a világ. Vannak olyan váltok, a társadalmi vállalkozások ezeket ezért hoznak létre, de ez a váltoknak egy nagyon-nagyon kis töredékét, százalékban, de lehet, hogy 10%-ban sem mérhető töredékét jelenti. Hát miért várjuk el ezektől a szereplőktől, hogy megvilágosodnak? Hát nyilvánvalóan nem fognak megvilágosodni. A másik, meg Gábor, hogy én nem hiszek az individuális megoldásokban. Tehát ugye azt mondtad, hogy azért tudják eladni nekünk, mert megveszünk. Ez egyfelől igaz, ha tényszerűen nézed. Másfelől az is igaz, hogy volt olyan, hogy cégeket megpróbáltak fogyasztók tönkretenni. A legismertebb esete ennek a Shell, amikor ugye Nigériában megölte helyi aktivistákat. Komoly bojkottot hirdettek ellene. A másik nagyon ismert esete a Nike, amikor kiderült, hogy a Távol-Keleten milyen feltételekkel dolgoztatja az embereket, miközben otthon a 100 dolláros Nike Air Max-eket árulja, és akkor hogyan oszlik meg ebbe a haszon. Nem sikerült, egész egyszerűen nem sikerült. Gyakorlatilag az történik, hogy az egyéni fogyasztónak, ugye olyan sokan élünk ezen a bolygón, hogy nem igazán tud hatásunk lenni ezekre a dolgokra, és ráadásul sokszor be vagyunk szorítva. Tehát én nagyon szeretnék mobiltelefon nélkül élni, tehát botrányosnak tartom azt, ahogyan bányásszák hozzá a fémeket, az egész értéklánc szerintem elképesztő, de nem érzem azt, hogy meg tudnám tenni. Nagyon szeretnék műanyag nélkül élni. Azt nem tudom megtenni. Coca-Cola nélkül szerintem könnyebb lenne, és csak ezt viccből mondom, természetesen elnézést kérek. De ugyan magamra is mondhatnék egy csomó dolgot, mert ne értsetek félre, csak pont ezt láttam meg, ne arra de hogy azt akarom mondani, hogy csomószor, tehát hogy nem léteznek azok a struktúrák, amelyek lehetővé tennék azt, hogy mi olyan módon intézzük az életünknek a fogyasztását, amilyen módon egyébként szívesen intéznénk, és egyébként most a klímaváltozásról beszélünk, de szerintem lehet, hogy hamarabb belepusztulunk a mikroműanyagokba. Tehát senki nem tudja, hogy mi fog ott történni. Ezeknek az élettani hatásuk még nem ismert. Az nyilvánvaló, hogy egyre több van belőlük, az is nyilvánvaló, hogy az emberi szervezetben most már mindenhova eljutnak, tehát valószínűleg az emberi szervezetben is egyre több van belőlük, és nem tudjuk, hogy ez pontosan hova fog vezetni. Most kíván itt emelve ebbe a beszélgetésbe a klímaváltozás, de van még egy csomó más ilyen globális környezeti probléma, egyébként alkodalomra ad okot, és akkor nagyon bízunk benne természetesen, hogy jönnek a technoptimista megoldások ezek vonatkozásában. De ha ebben nem hiszünk, akkor valószínűleg szerintem érdemesebb ilyen konfrontatív mozgalmi megoldásokba gondolkodni és ezekhez csatlakozni. Tehát én szerintem ezek elvezethetnek politikai változás. Ez a környezetvédelem történetével foglalkozó kutatások, azok azt mondják, hogy amikor a politikai döntéshozók bevezettek valamilyen környezeti változást, az mindig valamilyen társadalmi mozgalmi tevékenység eredménye volt. Mert érezték azt, hogy a hatalmuk legitimitása veszélybe sodorul, megkérdőjeleződik, hogyha ők valamilyen ilyen dolgot nem tesznek meg. Tehát ilyen értelemben a politikát én haszonelvűnek látom, megmondom őszintén, és tudnék nyilván elméletekkel is, meg politológusokkal is emellett érvelni, hogy ez sok, nem csak szerintem ilyen, hanem sok kutató szerint, akik ezt kutatják ilyen. Egyébként csak kiegészíteném, mert vitatkozni nem tudok nyilván. Tehát nyilván vannak objektív akadályai, miatt nem tudjuk ezt végtelenül csinálni, tehát hogy másra mondjak, a homok az ki fog fogyni. Tehát ilyen szempontból egyébként a klímaváltozás szerintem valószínűleg nem a legnagyobb problémánk ebbe egyetért. Tehát ha nekem fogadnom, én azt mondom, hogy a globális talajpusztulás lesz az, ami legelőször kirúgja a széket az emberiség alól, vagy a nyersanyagoknak az elfogyása.
Például homokból fogytán vagyunk. Mindenki azt hiszi, hogy homok az olyan sok van a bolygón, de nem minden homokból lehet a építőipar vagy éppen az üveggyártás számára hasznos alapanyagot gyártani, mert a sivatagi homok erre alkalmatlan. És például ezért van az, hogy Szaúd-Arábiába teherhajókkal hordják a homokot. Pedig sivatagos ország, csak az a homok semmire nem alkalmas a építőipar szempontjából. És hogy mennyi homokot használunk el, erre csak egy példát találtam. Kínában az elmúlt 10 évben több betont építettek be, csak Kínában. Tehát Indiával meg a többi fejlődő országban nem számoltunk, csak Kínával. Tehát Kínában több betont építettek be 10 év alatt, mint az Egyesült Államokban az egész története folyamán összesen. Tehát amikor mondtam, hogy exponenciálisak a változások, azt így kell érteni. De egyébként részből sincsen akármennyi, stb. És például a részből csak azért nem fogyott még ki a készlet, mert közben feltaláltuk az üvegszálas optikát, meg az alumínium vezetéket, és most már nem részen fut minden. Tehát ilyen számomok problémák. Ezért nem fog működni a technooptimizmusnak az a verzió, hogy majd a megújuló energiaforrások jó megmentenek minket, mert jelzem, nincs annyi ezekből a nyersanyagokból, hogy le tudjuk cserélni a teljes energiahálózatot. Tehát az fizikailag a Földön meglévő alapanyagok mennyiségéből adódó lehetetlenség, hogy mi majd lecserélünk napelemre mindent is. Ilyen szempontból egyébként szerintem az én optimizmusomat ez kicsit ezt támasztja alá, hogy majd valamelyik ilyen nyersanyag elfogyásra fog adni egy olyan pofont talán, amire felfigyelnek a döntéshozók, azzal egyet értek, hogy amíg egy ilyen katasztrófa nem történik meg, addig menni fog a business az úton. Én ezt úgy szoktam mondani, szerintem ugyanazt mondom, amit te, csak egyszerűbben, hogy úgy ülünk egy buszon, amin nem csak, hogy nincsen fék, de igazából az első ülésen se fogja senki a kormányt, hanem azon vitatkoznak, hogy milyen zenét kapcsoljanak be a rádió. Hát nagyon köszi, és nem lettem optimista, őszintén szólva, azzal kapcsolatban, amit mondtatok. És amikor én ilyen jellegű témákról tartok kurzust az egyetemen a hallgatóimnak, akkor szinte minden fél évben elhangzik egyszer vagy kétszer az a kérdés, hogy én személy szerint akkor mit tudok tenni. De az utolsó kérdésem, mert úgy látom, hogy az időm az igencsak fogytán, és szeretnék teret engedni a jelenlevő kérdéseinek is, az arra vonatkozom, hogy itt a többségükben politikai döntéshozó, jó, mondjuk te Filip Matilasz vagy, én meg voltam nagyon rövid ideig, de lemondtam, és jól is van ez így, de hogy a többségünk élet középosztálybeli életet. Ha innen most kimegyünk, és úgy szeretnénk kimenni, hogy akkor esélyünk legyen egy kicsit jobb helyét tenni azt a világot, valami változtatni, akkor mit tegyünk? Tehát mi az, amit én egyénenként most itt ezen felbuzdulva tenni tudok? Az nagyon fontos volt, amit Gábor mondott szerintem, hogy a minden elköltött forintunk is szavazat. Tehát, hogy ez kétségtelen így van, hogy általában nem gondolunk a költéseinkről, mint szavazat, de ilyen szempontból szavazat, hogy milyen világot támogatunk. Szerintem próbáljuk átgondolni a fogyasztási szerkezetünket. Együnk minél kevesebb húst, ha hiszitek, hanem az ökológiai lábnyomunkban, bár ez egy tökéletlen mutató, nagyon sok módszertani probléma van vele, stb., de mégis azért bír valamilyen jelentéstartalom, valami nem teljesen független attól, ami történik körülöttünk, és nem teljesen független attól, amit mérni szeretne, tehát hogy milyen terret rakunk a természeti környezetre. A legnagyobb problémát a húsfogyasztás jelenti. Miért? Átlagosan egy húskalória megtermeléséhez, ez átlag, amit mondok, 8-szor annyi termőterület kell, mint növénykalória megtermeléséhez, mert az állat az mozog, meg lélegzik. Tehát még akkor is, amikor kis területre... Most hagyjuk is, hogy milyen kegyetlen dolog, amit művelünk az állatokkal, az nem klímaváltozáshoz közvetlenül kapcsolódó kérdés, de összességében emiatt sokkal nagyobb az ökolábnyoma, mert 85-90% még így is elmegy légzési mozgási energiába annak, ami beviszünk oda kalóriába, tehát egy borzasztó kalória redukció történik meg. Tehát ez az egyik, a táplálkozásunkon simán változtathatunk. Hagyjuk el a státuszjavakat, ha valaki itt a terembe egyáltalán gondolkodni státuszjavakba, csak használt dolgokat, meg használt ruhát vegyünk, hát ugye elárasztja a világot a felesleg gyakorlatilag. Ezeket mind meg lehet tenni. Tehát az egyéni cselekvésnek szerintem vannak ilyen értelemben szinterei. Annak ellenére, hogy teljesen egyetértek veled, Gábor, tehát ez a megújuló energiák önmagukban egy folyamatosan növekvő rendszerben nyilvánvalóan nem fogják elhozni a várt változást. Azért mégse baj az, hogyha kevesebb fosszilis energiát használunk. Marhára ne használjunk műanyagot, ahol csak tudjuk
kerüljük, vagy legalább akkor ilyen tartós műanyagokat, amit használunk egy, nem tudom, ha nem is egy életen, de 10-20 éven keresztül, tehát ne fogyasszunk palackos üdítőt, palackos vizet, semmi ilyesmi. Ilyen szempontból szerintem mindenki el tudja mondani azért. Tudatos Vásárlók Egyesületen honlap, én szerintem tökéletes ebből a szempontból, hogy az ember mondjuk tájékozódjon, és gondolkodjunk közösségi cselekvésekbe, Szavazzunk zöld pártokra, vagy olyan pártokra, akikről azt gondoljuk, hogy képviselik ezeket az értékeket. Én Magyarországon egy ilyet látok, most nyilván nem mondhatom ki, hogy mely az melyik, de ezt nyilván mindenki sejti, mert egyébként a transzparencia jegyében én magam is Dorozsmán jelölt voltam, az MKKP jelölt voltam most az egyik dorozsmai kerületben, így támogatván a szervezetet abban, hogy helyben képviselethez jusson, mert azt látom, hogy az MKKP egy nem konvencionális párt, és ilyen értem még ez a haszonelvűség, ez nem lett túl rá rajta, reméljük nem is lesz, én annak benne van valami másik pártban is, amelyik most múlik ki, remélem, 2010-ben indult, és zöld pártnak indult, mindenki kitalálta, hogy melyik az, és annak láttam a tönkremenetelét, hogy teljesen megváltozik a kezdeti mozgalmi jellegből egy ilyen egészen borzasztó formációvá, én szerintem elég hamar kiléptem belőle, 15-ben. Zárója bezárat, tehát remélem az MKKP nem ezt az utat járja be, de gondoljuk át azt, hogy kivel tudunk kooperálni, és hogyan tudunk. Egyébként az alkalmazkodás szempontjából szerintem marhára nem mindegy, hogy képesek leszünk-e szolidáris válaszokat adni, vagy sem a szűkösségre. Tehát amikor azt mondod, hogy majd a politikai döntéshozók meggondolják magukat, én nem látom azt, hogy a politikai döntéshozók azok bármilyen értelemben szolidaritást vállalnának bárkivel. Tehát én szerintem, ha megnézzük, hogy ma mi történik a politika világába, akkor én nem látom azokat a fajta szolidaritási kezdeményezéseket, amik a vezető politikusok részéről érkeznek. És most nem csak Izrael, Gáza és az arab világ konfliktusára, vagy az orosz-ukrán háborúra kell gondolni, hanem általában ilyen értelemben békésnek tűnő, akinek nyilván katonái mindenhol ott vannak azért, ország sem szolidáris, a saját polgáréval sem, vagy legalábbis a politikai döntéshozó. De szerintem az nagyon kis léptékben valószínűleg megteremthető a szolidaritás, és ez tökre nem mindegy, hogy képesek leszünk-e ilyen értelemben legalább kisebb csoportokba, közösségekbe szolidáris válaszokat adni. Nekem például nagyon tetszik a kisközösségek program, Takács Sánta András nevéhez kapcsolódik, ha valakit ez érdekel, és akkor ilyen szolidáris ökoközösségeknek a támogatásával foglalkoznak ők, én szerintem érdemes, tehát ezeket érdemes megnézni, és ezekbe gondolkodni. Akár csak a saját környezetünkbe megpróbálni szolidárisnak lenni, nem úgy, hogy pénzt adunk az MKKP-nak, az egyébként nem rossz, mert az MKKP ezt tulajdonképpen szerint értelmes célokra költi, hanem mit tudom én. Megpróbálunk, mit tudom én, igen, másokkal, akikről tudjuk, hogy nehéz helyzet vannak, azokon valahogy segíteni, együttműködni, támogatni, és akkor hát ez elvezet egy ilyen, ahhoz, hogy olyan közösséget építünk, amelyik nem egyből azt a választ adja, hogy akkor, mit tudom én, na akkor most akkor nyomjak le mindenkit, mert kevés van, hanem hogy próbáljunk valahogy együttműködni annak érdekében, hogy közösen jól jöjjünk ki ebből, mert ez nyilvánvalóan, hogy ebből csak közösen lehet jól kijönni. Tehát egyéni megoldások, meg menekülési utak, hogy mondtad is, hogy a klímaváltozás nem ismer határokat, az elszigetelés stratégiája, én is azt gondolom, hogy nem működik. Bár te prepper vagy, úgy tudom, mert láttam rólad egy indexes videót, tehát a prepperek azok ugye, akik ilyen egyéni megoldásokkal is készülnek, ha jól tudom, vándorló életmód, magtárhoz közel költözés, mit tudom én. Erről is mesélhetnél, mert érdekes egyébként. Ez is egy potenciális megoldási út lehet, én ebben kevésbé hiszek, de tévedhetek, mint mindenben. Tehát én ezt komolyan remélem, hogy tévedek, és bízom benne, hogy tévedek, mert tudom, hogy tévedhetek. És én értem, optimista vagyok. Csak visszautalnék egymondra, a háborúkat említetted, egyébként ez önmagában nagyon érdekes téma, mert ezt nem szoktuk nagyon vizsgálni, hogy nem csak a gyárak nagy környezetszennyezők, ott van például az Egyesült Államok hadserege, ha azt külön vennénk, a 9. legnagyobb környezetszennyező ország lenne. Fun fact. És akkor majdnem ugyanekkora az orosz, meg a kínai. Tehát, hogy a 20 legnagyobb környezetszennyező országból, ha most így vennénk, abból 3 hadsereg lenne. Ezt nem szoktuk firtatni, és egyébként olyannyira nem, hogy egyébként például a karbonkvóták alul felmentést kapnak a hadseregek. Jelzem, egy F-16-os az sem fogyaszt keveset, de mondjuk azért valószínűleg egy Nimitz osztályú anyahajó azért az elbefődni. Mondjuk az pont nem, mert az atomhajtású.
akkor mondjuk egy Ticonderoga osztályú cirkáló, azért az úgy pöfög rendesen. Szóval az ott vannak dolgok. Hát a prepper mozgalom azt én inkább úgy fogalmaznám, ezt a prepper mozgalom szerintem a fő mondani valója lényeg az az, hogy legyen otthon már egy első segélykészleted, ha van egy kis bibit, meg mondjuk meg kell nézni a 77-es New Yorki áramszünetnek a történet. És az emberek elfelejtik azt, hogy milyen mesterséges világban élünk a városokban, sőt most már a falvak többségében is. Megjegyzem, a magyar falvaknak is minimum a felében, most már azért inkább csak gyeptégla van, nem paradicsom. Vagy hát lehet, hogy mi paradicsom még éppen van kettő, hogy lehessen azt mondani, hogy ő kertészkedik, de hogy a disznó nem röfög hátul, az biztos, és ugyanúgy a látványpékségből veszik a kenyeret, mert nincsen otthon már bubos kemence. És ezt a mesterséges világot mindig elfedjük, hogy ez elektromos áram tartja működésbe. Csak egy példát mondok, mikor az oroszok jól megbombázták szegény ukránokat, és szétlőtték az elektromos hálózat egy részét, nem volt áram a városokban. Ugye jó kis tipikus panelházak, mint amik nálunk is vannak Szegeden, mondjuk a Csillagtér környéken. 3 hónappal később megjöttek az emberiségnek az ilyen régi barátai, mint a vérhas, pestis tifusz visszatért. Mert gyakorlatilag egy város áram nélkül egy lakhatatlan sivatag, ahol ráadásul a higiénia nulla, hiszen áram nélkül nem működik sem a csatorna hálózat, sem a vívóvíz hálózat. Tehát, hogy azért ezekben a dolgokban érdemes belegondolni, és akkor ezt úgy szokták mondani, hogy a prepper embernek az első gondolat, hogy tudod-e, hogy mi a szomszédod neve. Mert ha tudod, hogy ki a szomszédod neve is ismered, akkor már lehet, hogy nem biztos, hogy átjön hozzád egy késsel az első babkonzervért. De remélem, idáig nem fogunk Magyarországon eljutni hamar, tehát ennyire nem lesz rossz a helyzet. Én inkább ilyen megoldásokra helyezném ki a hangsúlyt, amivel helyben lehet tenni, szerintem nagyon sokat, akár bárki, aki itt ül. Ha nem is feltétlenül a klímaváltozás megakadályozásáért lehet tenni, de azért, hogy egyébként valamennyire tudjunk alkalmazkodni a belátható időtávon belül várható eredményekhez, azt meg tudjuk tenni. Nagyon nem túl bonyolult dolgok, például a település zöldítés. Több fa, a fákra falakra felfuttatni a növényeket, ezek hűtik a környezetüket. Egy kertből kivágsz egy diófát, 4-5 fokkal melegebb lesz, csak amiatt. Ha házra felfuttatsz növényeket, azok átnyékolják a házat, nem kell légkondizni. És akkor mondok egy nagyon népszerűtlen gondolatot. Hogyha az Európai Unió jelenleg nem abba ölt volna bele irgalmatlan mennyiségű pénzt, hogy napelemeket meg elektromos autókat tegyünk, hanem ennek a pénznek nagyjából az 1/3-ából az unió területén lévő összes lakóházra feldobtunk volna 20 centi hungarocellt, az amennyi széndioxidot spórolnánk ki, nem kérdés, nem lebedülöm a poént, nem spoilerezek, nagyjából a teljes károsanyag kibocsátása nyilván attól függ, hogy mennyire zord a tél, ez évente ingadozik, de nagyjából ilyen 20-40% között mozog a észak-európai országokban. Ide sorolva már egy országot is. Tehát ott károsanyag 40%-a. Ehhez képest az a benzinüzemű autók, meg dízelüzemű autók okozta a légszennyezés, az ilyen 7-8% a legtöbb országban. És gyakorlatilag máshol nem foglalkozunk, csak autókkal, ugye? Legfeljebb még az erőművekkel, ami még egy 15%. Ehhez képest a mezőgazdaság majdnem a fele a teljes kibocsátásnak. Tehát, hogy ilyen aránytévesztések vannak. Helyben, amit tudunk tenni, ugye mondtam, mezőgazdaság átalakítása az egy nagyon-nagyon fontos dolog lenne, és nem csak arra kell gondolni, hogy akkor majd a talaj nem pusztul, meg nem lesz a száj, hanem például, ha kevesebb műtrágyát kell gyártani, akkor a műtrágya gyáraknak a környezetszennyezés értelemszerűen csökkenni fog, vagy mondjuk a permetezőszer gyáraknak a hatása csökkenni fog. Helyben nagyon sokat tudunk tenni azzal, hogyha tudatosabban élünk. Egy kicsit egyszerű példát mondok, még arra is meg kéne tanítani az embereket, hogy már nem úgy kell szellőztetni, mint 30 éve. Ez talán komoly, mert 30 éve megszokták az emberek, hogy este 6-kor, 8-kor kell szellőztetni, akkor már hűvös van. Szegeden jelenleg este 8-kor egy nyári kánikulán még 36 fokban kinyitja az ablakot és megsül. Hogy ez mennyire fontos dolog, arra csak azt színnel fel, hogy gyakorlatilag most már a kánikulák kimutatható halálozásban. Tehát a halálozási rátában van egy ugrás minden kánikulánál. Tehát százalékban kimutatható mennyiségben öl az emberek, öli a magyar embereket a kánikula. Helyben, amit még lehetne, nagyon fontos lenne tenni szerintem, az a tájhasználat megváltoztatása. Most jelenleg ugye a szuburbanizáció az egész világon úgy működik, hogy gyakorlatilag a városok körüli elővárosi fejlődés, tehát gyakorlatilag mondjuk gondoljunk Budapestre, Budapest határa ma már nem a Budapest táblánál van, hanem Ceglédig le tudunk úgy jönni, hogy folyamatosan be van építve jóformán. Tehát Budapest az ma már nagyjából Tatabányától Ceglédig tart az agglomeráció értelemszerűen. Belegondolunk az ország legjobb termőföldjét, betonozzuk le így. Nem csak nálunk, ez ugyanígy igaz Kínára, Indiára, meg az Egyesült Államokra. Ami nagyon fontos, hogy azért pár dolgot tisztázni kell, és ez fontos a rendszer szemlélet, és hogy a kicsi optimistát mondjak, akkor egy olyan szorongást elütök, amit az ember. Mindenki fél attól, hogy A,
jön az AI és elveszi a munkát tőlünk, ugye? Meg a túlnépesedéstől, hogy majd az afrikai túlnépesedés miatt túl sokan leszünk a bolygón, és nem lehet majd annyi embert etetni. Meg egyszerre félünk attól, hogy kevés gyerek születik, és nem lesz munkaerő, és majd a nyugdíjrendszer összeomlik. És akkor egy kérdés, a kettő közül most akkor melyik, mert a... Tehát elveszi a munkát tőlünk az AI, de kevés lesz a munkaerő, ez egyszerre nem működik. Egyébként a túlnépesedés is ilyen szempontból örömhírt mondok, végére ért. Nagyjából Afrika népessége még azért egy másfél szereződést meg fog csinálni az évszázad végéig, de már mindenhol, azon kívül szinte kettő alatt van. Jó, most vannak ilyen extrém kivételek, mint Afganisztán, meg egy-két sziget ország, ahol mondjuk azért, mint a 10 000-ről majd fel fog nőni a népesség 60 000-re, de ugye a nagy országokban mindenhol megindult a demográfiai átmenet. Most jutottunk el, hogy már Bangladesben is kettő alatt van az egy anyára jutó tipikus gyerekek átlagos száma. Tehát már ott is csökkenni fog a népesség. Nyilván valahol ez még csak annyit jelent, hogy a 8-ról ment le 4-re. Ott ugye nyilván még nő a népesség, de a folyamatok mennek, tehát a túlnépesedéstől nem kell félni. Amitől viszont, akkor mondok egyben egy rossz példát, és amitől viszont kell félni, az például az, hogy a nyersanyagok csökkennek, amit mondtam, amit több lesz a nyersanyagokért szóló háború. Tehát most még az olajért mennek a háborúk tipikusan, orosz-ukrán háború kitörése 2014-ben véletlenül viszonylag közel esett az az időponthoz, amikor az azok tengerben találtak egy viszonylag nagy olaj területet, ez csak így fanfett megjegyzem. Én nem állítom, hogy ez volt az oka a háborúnak, de hogy a Moszkvában ez is egy szempont volt, abban biztos vagyok. Szóval szerintem egyre több konfliktus lesz, nagy is, kicsi is, akármink országon belül is, hogy két település összeveszik az, hogy lesz-e víz, nem lesz víz. Jelzem, Magyarországon ugye egy éve voltak vízkorlátozások a budapesti agglomerációban, ami nem a legcsóróbb része az országnak, hogy úgy mondjam. Szóval sok konfliktus lesz, és ezt helyben tudunk tenni. Ha erős a közösség, ha fel van készülve, hogy ez a reziliencia. Tehát tanuljunk meg felkészülni a problémák, egy kicsit önellátni. Ezt lehet úgy is, hogy otthon, van otthon, mit tudom én, egy kis zsugorás menni, szóval tudjunk mit inni. Lehetőleg olyan, ami tartós műanyag, tehát ez a sokszor használatos műanyag flakon, nem a holti zsugor. Vagy mondjuk például az önkormányzaton kérjen számon, hogy az önkormányzatnak van egyébként például terve arra, hogy extrém klímaidőjárás eseményekre mit fog tenni. Mit fog tenni, hogyha leesik 1000 mm csapadék hirtelen, mi lesz akkor, hogyha fél évig nem esik az eső, vagy mondjuk van-e terve egy extrém szélre, ami mondjuk leviszi a színház tetejét ugye Szegeden pár éve, vagy mondjuk extrém árvizeknél tud, van-e terv. Tehát például Magyarországon most ugye levonult egy gigantikus árhullám. Ebből mennyit tettünk félre a jövő évi a szájra, tározóban? Valakinek tippa a közönségből. Egybehangzóan nullát mond mindenki, teljesen igazuk, mert egy decilitert nem tettünk félre. Ennek egy oka van, hogy jelenleg a magyar jogrendszer, most egyszerűsítek, de alapvetően úgy áll a vízhez, hogy a víz egyenlő vízkár. Hogyha egy faluban egy ember kéri tavasszal a víz levezetését, az egész faluról levezeti. Ha árvízkor a víz egy részét bevezetjük egy tározóba, akkor a tározó területén lévő földtulajdonosoknak kárpótlást kell fizetni, mert hogy mi vízzel elárasztatjuk az ők is frankó termőföldjeinket. Tehát például ez egy alapvető probléma, hogy a magyar jogrendszer jelenleg a vízkárként kezeli. Igen, csak annyi, hogy egyébként szerintem ez lenne a jövő, hogy igen, megtartani ezeket a vizeket, és kőkeményen kompenzálni azokat, akiket tényleg kár ér érte. Mert ők nem tudom, nagyon sokáig ott gazdálkodtak, nem várható el, hogy... És ők szenvedő alanyai ennek a folyamatnak, ezt el lehet ismerni. Az más kérdés, hogy ez egy bonyolult és nehéz folyamat. Csak ez jutott eszembe, hogy ez például egy fontos alkalmazkodás. De ez tetszik, amit a Gábor mond, hogy kezdjük el ütni a helyi képviselőnket ilyen értelemben. Nem szó szerint, hanem hogy... verbálisan, e-mailekkel, stb., hogy akkor mutassák már meg ezeket, mi történik, hogyan alkalmazkodunk, és akkor, hogyha adnak ilyen sablon válaszokat, hogy készült 3 geotermális erőmű, akkor azt mondjuk, hogy azért nem elégséges, hanem ennél több kell. Szerintem Szeged éveken belül élhetetlen lesz. Tehát én... Hát városi hősziget az Szegeden az egyik. Hát ez egészen brutális. Én kinn élek tényleg Tanyán, és nekünk van egy kis a hátsó udvarunkba felnőve, hagytuk felnőni a kis erdőt, ami megint csak egy ambivalens dolog, mert zömmel akácok nőnek, ott már azok bírják a fáradtságot, ami meg tudjuk, hogy invazív, meg a talajnak sem. De hogy én egész nyáron kint tudok lenni a gyerekekkel úgy 40 fokba is, hogy az élvezhető és nem kell naptej. De ez Szegeden lehetetlen, tehát bejön az ember és egyszer nem lehet megmaradni. Tehát én szerintem mindenképpen, ezt én nem mondtam, de egyetértek ezzel, hogy a helyi
helyi önkormányzat, bár a mozgástere minden szempontból csökken az elmúlt időszakban, ugye ebben úgynevezett illiberális politikai rezsimben élünk, ugye pont mai hír, hogy helyi, megint szignifikáns helyi iparüzési adó bevételeket vonnak el jövőre az önkormányzatoktól, és nagyon sok, tehát minden értelemben csorbítja, de még mindig valószínűleg az a szintje a politikai döntéseknek, ahol az állampolgárnak, főleg állampolgárok csoportjának, egy nagyobb csoportjának lehet hatása arra, hogy megdolgozzanak egy-egy olyan embert, akinek akár lehet is hatása a döntésre. Ugye azt gondolom, hogy a nemzeti parlament az már borzasztóan távol van tőlünk. Tehát ott már ilyen hatást kifejteni, az nem is tudom, hogy mi kellene. Pedig sajnos muszáj lesz ott is, mert nagyon sokszor az önkormányzatok nem azért nem cselekednek, mert nem akarnak, nem tudnak. Tehát például Magyarországon még az építési törvények még mindig úgy vannak megírva, hogyha valahol épül egy ház, vagy egy üzlet például, egy szupermarket, akkor megvan szabva, hogy hány, mennyi parkolót kell oda csinálni. Tehát neked rá vagy kényszerítve, mint önkormányzat arra, hogy betonozz. És nem mondhatod azt, hogy te nem akarsz betonozni, oda mennek az emberek a 4-es villamossal, minek építsek ki oda parkolót, mert a törvény előírja, hogy építs parkolót. Tehát, hogy egész egyszerűen, vagy hát meg kell nézni, most ugye vasútra nincs pénz, de autópály építésre van pénz. Tehát Európában van a politikának, van egy, és egy ilyen szempontból, hogy a parlament nem jobb vagy rosszabb, ilyen szempontból sajnos beleszünk az átlagba, van egy ilyen rosszul értelmezett autófétise. Hogy az autó a szabadság, vagy nem tudom. Lehet, hogy egyébként a nálunk idősebbeknél volt egy ilyen élmény, hogy amikor az első autó meg lett, az egy ilyen szabadságélmény volt, de ugye ma már ez nem igazán működik. Amire én még felmerem a hangsúlyt, hogy egyébként, hogy nagyon fontos lenne az is, hogy ezt helyi szinten is. Tehát nem csak az önkormányzat szintje, hanem a közösségek maguk is beszéljenek a dolgok. Nem csak a problémákról, hanem arra, hogy helyben mit tudnak tenni. Mert egyébként nagyon sokszor azt tapasztaltam, hogy a jó példa az ragadós tud lenni. Településeken is láttam olyat falvakban, hogy egy-egy hangadó ember változtatott egy picit, aztán még egy picit, és a többiek átvették ezt a mintát, legyen az akár a múcsozás, vagy legyen az, hogy mondjuk nem élére nyírt fű van a ház előtt, hanem hagyja megnőni a virágokat, ugye ez a mélegelő polémia Magyarországon, vagy akár egy olyan dolog, hogy lehet biciklizni. Egyébként ilyen szempontból jó példa Hollandia, egyébként Hollandiában a biciklizés az ki tudja, hogy jött. Ott sem bicikliztek mindig, ott konkrétan a 73-as olajválságig, jól mondta hátul az úr, 73-as olajválságig ők is kocsiztak, aztán rájöttek, hogy biciklivel is életben marad az ember, ha azzal jár be dolgozni, senki nem halt vele, és ott már ott tartunk, hogy Utrechtbe például visszabontották az utat. Tehát az egykori utat lebontották, járda van, meg egy csatorna, ami eredetileg folyt a víz, csak betemették a vízfelületet, hogy lehessen felépíteni egy utat. Igen, ez Magyarországon is gyakori, ahol belevész van, ott tipikusan volt valami visszfest. Igen, csak azt vagy beszántották, vagy feltöltötték. Köszi. Lassan szeretném hívni a kört a kérdésekhez, de előtte még két nagyon fontos információra hívnám fel a figyelmet, ami itt elhangzott. Az egyik az, hogy üssük a képviselőket, mert ez fontos, és ők is tudnak változtatni. A másik meg, hogyha itt bejön az apokalipszis, és nincs kaja, konzerv, ivó, víz, akkor a kápot érdemes keresni. Akkor már késő. És itt felhívnám a figyelmet arra, hogy bocs. Lemondtam a javadra, úgyhogy a gázolnak. De figyelj, azt tudjátok, hogy egyébként árulnak már ilyen csomagokat az USA-ba. Szörnyűen senki ne vegye. Két hete olvastam, lehet, hogy Magyarországon is, hogy nem tudom, hogy összeállítanak neked olyan kaja csomagot, hogy megmondják, hogy hány hónapra elég, hány főnek, hány száz évig áll el. Kettő volt is van Szegeden, ami árul ilyen. Akkor van Szegeden, a prepper azt tudja, de nem hoztál utána. De hogy, na szóval tényleg ezeket az egyéni megoldásokat is, ezekkel is lehet próbálkozni. Annyi, hogy aki kérdez, annak előre kéne jönni a mikrofonok miatt. Vagy jó hangosan kiabálja. Vagy megpróbálom elősíteni a kérdést. Ott az úr. Tessék. Györgyei János vagyok. Akkor mindjárt szeretném ütni a képviselőt. Mondta, hogy a Füge és a Kivi milyen jó terem. Gábor, Isten szerelmére, ne mondj még egyszer olyat, hogy kivi. A kivi, az a gondolat, hogy a kivi déli gyümölcs, az egy orbitális 50 éves tévhit. Jó, tehát a kivi nem déli gyümölcs, nagyjából 800 ezer milliméter csapadékos területről való eredendően, nem bírja a meszeset, nem bírja a szikeset, nézzünk körül Szeged körül. Nekem van kivi, jól terem. De tudom, hogy mennyit kell locsolni, mennyi vízre van szüksége, úgyhogy a kivit felejtsük el ebből a szempontból. Ha ellenben lehet gondolkodni gránátalmán, lehet gondolkodni pisztácián, lehet gondolkodni jujubán, amik
amik olyan fák, olyan gyümölcsök, amik tényleg bírják a szárazságot, tényleg bírják a többé-kevésbé félsivatagi viszonyokat. De a kiwi az jó az öntözött kertben, a kertvárosban, a kertvárosi asodott falunál, a kocsi beálló fölé, nagyon jó, finom, de hogy abból Magyarország kiwi nagyhatalom nem lesz, az kiskurva isten. Még van másik 9 kommentem, majd később. Hát nagyon köszönjük, ezt nagyon érdekes összefoglalom a mikrofonba, de hogy igazából arról volt szó, hogy a kivit azt mellőzzük. És reméljük, hogy valamennyire hallatszódni fog a felvételen, mert hangosan beszélt a Nóri, és köszönjük szépen a hozzászólást, tetted Dénés Rutta. Várjuk a következő kérdést. Tessék! Kapás Csilla vagyok, újságíró, és tanítani is szoktam gyerekeket, és általában gyerekek felől közelítek meg mindent. Nekem is van kicsi is nagyik, de az érdekelne, hogy ez a mindez, amiről most beszéltek, tudtok-e róla, hogy ez eljut a óvodapedagógus képzésbe, a pedagógus képzésbe, tehát hogy erre a gyerekeket is föl kell készíteni, mert valószínűleg szorong a szülő is, a gyerek nem is érti, hogy mi van. Szerintem, ami nagyon fontos lenne, itt a környékünk, hogy a gyerekeket változásra nevelni, tehát arra, hogy alkalmazkodjon a változáshoz, számítson rá, hogy változni fogja a dolgok, hogy összefogásra nevelni, nem versengésre, hanem összefogásra, együttműködésre nevelni a gyerekeket. Kevesebbet egyen lehetőleg, mert dörgé maci legyen, minden nap egyenként csomagol, stb. Tehát tudtok arról, hogy mindez a gyerekekhez hogyan juthat el, vagy lehet esetleg ilyen típusú összefogás. Akkor megpróbálom egy mondatban összefoglalni a kérdést, hogy a felvétele alatt, hogy arra vonatkozott a kérdés, hogy az oktatási rendszerben megjelennek-e ezek az értékek és nézőpontok, amiket most itt a mai este során behozhatok. Van erről információ? Hát én az óvodás korú gyermekeimben azt látom, hogy a domaszéki óvodában ott annyiban foglalkoznak ilyen dolgokkal, hogy vannak ilyen zöld napok, meg újra felhasznált anyagból dolgoznak. Tehát valamennyire biztos eljutnak ezek az olyan megoldások, hogy a pedagógus képzésbe jutnak, arról fogalmam sincsen, nem látom át a pedagógus képzés, ha esetleg van itt valaki a pedagógus karról, aki átlátja, akkor ő lehet, hogy tud ebben segíteni, illetve a pedagógus képzés csak egy része van már ott, ugye a másik a BTK-n van, tehát a BTK-ról van itt valaki, akkor itt Szegeden, akkor az meg tudja mondani, de valamennyire beépülnek ezek szerintem, de ez megint egy nagyon nehéz kérdés, mert a kislányom, én ugye ilyen, én borzasztó figura vagyok ilyen szempontból, tehát én nem tudok megvenni már semmit a műanyag csomagolásról, szerencsétlen feleségem elküld boltba, és akkor mondja, hogy ezt ilyet nem fogsz hozni, ugye? Mond egy terméket, mondom, nem, azt neked kell megvenni. Képtelen vagyok leemelni a boltról, túl sokat foglalkozom ezekkel a kérdésekkel, és akkor a kislányomnak is mindig mondom szegénynek, hogy ne használjon annyi vizet, és akkor mondta, hogy az óvónéni az milyen, mert neki nem engedi, hogy a fogmosó poharába a el nem használt öblögető vizében mossa el a fogkefét az óvodában, nem folyatnia kell a vizét. Tehát, hogy szerintem vannak hitelességi problémák a rendszerben, és az embereken ez mindig, hogy mondjam, ezek a sablon megoldások ezek eljutnak, de ennél mélyebbre szerintem nem feltétlenül tudnak ezek a rendszerek menni, mert ahhoz tényleg az kellene, hogy nagyon sokan és tömegesen átálljunk, és nagyon sok szempontból gondoljuk át az életünket, de nem is biztos, hogy a gyerekeket ezzel kell terhelni. Én nem tudom, szülőként mondom ezt, hogy nem tudom egy gyermeket hány évesen kell szembesíteni azzal, hogy milyen szar hely a világ, és mennyire nincs jövő, és hogy ez hogyan kell megtenni, én nem vagyok ebben szakember, ez egy külön nem KKP népfőiskolás lehetne egyébként. Engem is érdekelne, hogy a gyerekeknek azt, ahogyan, aki a világot nem ilyen borzasztó rózsán, vagy nem csak a rózsás oldalát látja a világnak, az én megkímélem a gyermekeimet az ilyen típusú beszélgetésektől. Én nem beszélek velük sem háborúról, sem politikáról, sem fenntarthatatlanságról, sem ilyesmiről. Lehet, hogy rosszul csinálom. És ezt nem tudom, én értem, az óvoda az minek, vagy az iskola minek a terepe kellene legyen, és hány éves korban lehet, de pedagógusokat kéne meghívni, vagy pszichológusokat, gyermekpszichiátereket, akik értenek ez a kérdéshez. Van, szerintem meg ambivalens hely, de hát persze van nagyon sok szép dolog is, én is így gondolom, de vannak olyan dolgok, amik
Mondjuk nekem nem rossz hely a világ, ha elvonatkoztatok, de mondjuk nem, a gázai övezetben nem szívesen élnék most. Szerintem nagyon sokak számára borzasztó hely a világ. És most, ami először eszembe jutott, azt mondtam ki. Ugyanolyan rossz azoknak, akiket egyébként előtte megöltek Izraelbe, vagy akiknek a hozzátartozói tehet. Tehát sokat, azért van a világnak egy rossz oldala, szerintem ezt beismerhetjük. Amellett, hogy persze csodaszép is. Erről nekem mindig az jut az eszembe egyébként, hogy nem is olyan régen tőlem megkérdezte egy anyuka, hogy miért mond a média ennyi rosszat a klímaváltozásról? Miért riogatjuk a népet? Azt hiszem pontosan ezt a szót használta az anyuka. Én mondtam neki, hogy mondom, bocsánat, ez pont fordítva van. Tehát a média az nagyon sokat szépít azon, hogy valójában mekkora vagyunk, mert ők nem merik leírni azt, hogy valójában mennyire tragikusan szörnyen rossz a helyzet, mert akkor nem jönnének a lájkok. Tehát valójában a klímaváltozás és úgy általában a problémák, amikkel beszéltünk, globális talajpusztulás, a tengerek szennyezés és a többi, ez egy nagyságrenden rosszabb probléma, mint hogy az átlag ember hiszi. Mikor arról van szó, hogy gyárak szennyezése van, akkor nem a szegedi iparra kell gondolni, vagy akár csak a győrire, az semmi. Tehát elmegy az ember Kínába, Habrinnak van egy olyan gyára, egy darab gyár, ami akkor, hogy Kecskemét szinte belefért okkalgodóval. És az úgy egy gyár a városon belül. Tehát, hogy ez a léptékek mások. Ennél jön a klímaszorongás. Én szoktam középiskolásoknak órát tartani ilyen rendhagyó földrajzórák keretében. Mert mindig elmondom nekik, hogy a klímaszorongásnak olyan szempontból nincsen érte, hogy a klímaváltozás az nem egy apokalipszis. Tehát sosem lesz olyan, hogy egyik nap még minden frankó, másik nap meg mit tudom, Mad Max jellege, a sivatagba pimpelt autókkal rohangálunk. Ez egyszerűen nem így működik. Olyan, a Róma bukását is mi egy évszámmal tanítjuk, ami egy orbitális tévedés. Róma bukás az több mint 200 éves folyamat volt, ami már 150 éve ment azelőtt az évszám előtt, ami a tankönyvben van, meg még 50 évvel később a római városok még a működtek. Itt a probléma az, hogy ez egy lassú folyamat. Lesz egy pillanatig, amikor mondom, hogy begyorsul, hogy ez az exponenciás lényege, de hogy szerintem ezt egy ilyen megoldandó problémaként kezel. És az ember a saját agyában nem úgy áll a klímaváltozáshoz, hogy... Tehát nem úgy kell hozzáállni, hogy az emberek hozzáálltak a 70-es években az atomháború rémképéhez. Ennek egyébként elég komoly szakirodalma van, hogy azzal, hogy küzdöttek meg az emberek azzal a pszichológiai teherrel, akár csak a 80-as évek amerikai kortárs irodalmát érdemes megnézni, regényeket, hanem úgy kell vele foglalkozni, hogy megoldandó problémával. Akár olyan értelemben megoldandó probléma, hogy alkalmazkodni kell a már megtörtént változásokhoz, mert most már fölösleges jövőidőt használni az Alföldön szerintem. Tehát én idén már láttam kiszáradt barlangfüvet. Tehát ez mindent elmond, mert az egy félsivatagot is bíró növény jóformán. Olyan az értelme, hogy megoldandó probléma, hogy tudunk még tenni ellene. Megállítani nem lehet a klímaváltozást, ezt azért fontos elmondani, tehát az a hajó már nagyon régen elment, ezt mondtad. Egyszer ezek az anyagok sokáig vannak a légkörben, ha most holnap kéziféket behúznánk az ipart úgy, ahogy van leállítanánk, akkor is lenne klímaváltozás, és minden további nélkül menne, már csak az is mennyiket részben természetes folyamat, egy jégkor végén vagyunk. De hogy az nagyon fontos kiemelni, hogy az még mindig nem mindegy, hogy a környezetünket úgy alakítjuk át, hogy a klímaváltozás hatásait felerősítse, és akkor most visszautalok a élére nyírt füle meg a kibetonozott városra, vagy úgy van átalakít, hogy legalább minimális szinten. Amit mondtál egyébként, a Szeged-Domaszék közötti különbség az egyik 8 fok. Ez nem hangzik olyan soknak, de az azt jelenti, hogy mondjuk egy nyári este 8 órakor, amikor a fölcsapja az ember a honlapot, és megnézi, hogy 32 fok van Szegednél, az azt jelenti, hogy a Domaszék és a szegedi reptér között ott van a mérőállomás, ott van 32 fok. Ha ott 32 fok van, az azt jelenti, hogy Szegeden a Tiszalajos körúton kereken 40 fok van, mert 6 kötőjel 8 fokkal van melegebb. 40 fok az afrikai. Ugye ezt úgy is hívja a szakma, hogy trópusi éjszaka. Ott van jelentkező? Igen, 2. Gábor, egyetlen egy rövid reflexiót szeretnék mondani az oktatásnak, a fiatal nemzedék nevelése, hogy például utálhoztam magammal a 14 éves fiamat, mondjuk akkor még nem tudtam, hogy én leszek a moderátor, és úgy gondolom, hogy ez az előadás is egy olyan előadás volt, ami biztos vagyok benne, hogy befogadható volt számára. Tehát, hogy akár ilyenekben is érdemes gondolkodni, hogy nem csak az iskolai keretekben lehet találkozni ilyen kérdésekkel és problémákkal, hanem más fórumokon is előjöhetnek ezek, és mondjuk egy 14-15 éves gyerek úgy gondolom, hogy már fogékony lehet ezekre a témákra.
Ott volt egy kérdés. Nem teljesen kérdés. Köszönöm szépen. Jaj, de jó. Akkor nem kell elismételnem. Köszönöm. Köszönöm, király. Szóval ez a teljesen kérdéseket csak reflektálok Gáborra, hogy nekem van egy metaforrám a klímaváltozásra, hogy az emberek úgy képzelik el ezt, ugye, mint egy bombát, ami kattog, és van is azt hiszem New Yorkban egy ilyen számláló, ami pörög, hogy már csak ennyi időnk van hátra, na ez nem tud fasság. Tehát ilyen ugye nincsen, hogy így pörög, és akkor egyszer csak felrobban a világ. Tehát ezt inkább úgy kell elképzelni, mint az alkohol. Hogyha egy ember minden nap iszik alkoholt, most tök mindegy, hogy nyert, legyen mondjuk vodka, mert ez finom. Szóval, ha minden nap megiszik egy feles vodkát, az ugye tény, hogy pusztítja az agysejteket. Na most nyilván van olyan, hogy berúg néha az ember az alkoholtól, tehát ezt így át lehet fordítani a karra, hogy mondjuk nem tudom, hogy van egy hónapos száraz időszak, de alapjáraton folyamatosan utul tőle az ember, ahogy iszza az alkoholt. És ha megállítjuk az alkoholt, és azt mondjuk, hogy oké, többet nem iszok, attól már elbutultak az agysejteink, és azt már nem tudjuk visszapótolni, illetve lehet, hogy olyan betegségeket hoz magával, amit hát nem biztos, hogy tehát ilyen közvetlen, hogy is mondjam, indirekt módon kapunk el. Tehát mondjuk azt, hogy amit mondott a György, hogy a metángázok, ahogy kibocsátódnak, hogy nem tudjuk, hogy megáll-e a klímaváltozás még ezer évig akár. Igazából csak ennyit szerettem volna, hogy ezt a metaforát szeretem használni. Köszi szépen a hozzászólást, és pontosan ott mögötted még egy jelentkezőt látom. Köszönöm szépen. Én alapvetően beszéltük, hogy globális probléma, én helyben maradnék, hogy alapvetően mekkora esély látszódik arra, hogy Szegeden ezt a látszott zöld politikát tényleges zöld politikára folytassuk. Én csak ide felírtam pár példát, amikor a legtöbb helyen építünk ekkora szegélyt az út mellé, az esővizet a csatornákba belefolyatjuk a Tiszába, ezt szépen grátis adjuk a déli szomszédunk szerbeknek, majd a városi költségvetésben 3 milliárd forintot egy évben elküldtünk útfejlesztésre, amíg a városvezetés azt mondja, hogy 3 év alatt 1 milliárd forint trolibusz felújításra az milyen nagy eredmény, mint közösségi közlekedés fejlesztés. És volt szerencsém a polgármester úrral ebben beszélni szakmai fórumon, és ő megmondta, hogy amíg nincsen kamus pénzek, addig sajnos ez nem megoldás. Illetve még egy kiegészítés, hogy illetve a kérdés kiegészítés, hogy mennyire látnak arra lehetőséget, akár járás szinten, akár megyei szinten, hogy esetleg mondjuk a települések fejlesztésének olyan irány szabni, hogy, mint amilyen például Dániában is volt régebben, hogy megszabni, hogy mondjuk csak vasútállomás x méteres körzetébe lehessen építkezni, és ne mindenki amerre lát, úgy építkezzen. Köszönöm. Az első kérdés az ugye Szeged zöldülésével kapcsolatos. Itt ugye tulajdonképpen, ha jól értem a kérdést, akkor az arra vonatkozik, hogy mikor lesznek ilyen radikálisabb eszközök is bevezetve itt Szegeden, vagy itt azt kell látni, hogy ezeket az eszközöket, ezeket a politika szerintem csak akkor vezeti be tényleg, ha kikövetelik az állampolgárok. Tehát ha van EU-s pénz geotermikus energiára, akkor azt ki fogjuk használni. Szerintem körülbelül a szegedi várospolitika egyébként arról szól, hogy amit forrást lehet, azt hívjunk le. És van mögötte logika, mert hát sikeres, ugye 2002 óta regnál, ha jól tudom, Botka László, régebben, mint Orbán Viktor, ugye? Tehát nem lehet azt mondani, hogy nem egy sikeres politika, valószínűleg van igény arra, amit ő képvisel, de kétségtelen tény, hogy ezek az eszközök, amiket Szeged alkalmaz, ezek, hogyha most elemeznénk a szakirodalom alapján, akkor ezek a reform paradigmába illeszkednek, tehát ezek szépen összeegyeztethetők ezzel a fejlesztési logikával, hogy utat is építünk mellette, meg erőművet is csinálunk. Szerintem, ezen túlmenő, azt ki kell követelni, én azt gondolom. Tehát, hogy ez a képviselők ütéséhez visszatérve, ez nem valószínű, hogy másképp meg fog törni, mert egyébként nagyon sokaknak ténylegesen az a problémája, és ezzel fordulnak a helyi képviselőhöz, hogy föl kéne újítani az utat, mert rossz az út. És akkor ilyen értem
a politikától szerintem azért is néz ilyen transformatív dolgokat várni, mert magában a társamban sincsen régény. Tehát mondtam, hogy én politizáltam 10-15-ig. 2010-ben, amikor még kopogtató cédulák voltak, nem volt ilyen könnyű dolgunk, mint a kutyáknak, hogy ajánlásokat gyűjtünk. Bár egyébként Kovács Gergő akkor akart Szegeden polgármesternek indulni, és Dugon is téren, akkor egymás mellett gyűjtöttük az ajánlásokat, a kopogtató cédulákat egymással versenyve. Senki nem mondta nekem, senki nem kérdezte tőlem, mint potenciális LMP-s képviselőtől, hogy mit fogunk tenni Szegeden a fenntartóság érdekében. Az embereket a korrupció zavarta, a rossz utak, amit tudom én. Tehát ilyen értem a politika szerintem be is van szorítva egy picit. Tehát, hogy nem lehet csak hibáztatni nem törődömséggel, nem tudom mivel a politikai döntéshozókat. Ők ilyen értemben feltetően, amellett, hogy alakítják is a közízlést, ki is szolgálják a közízlést, én azt gondolom. Tehát én szerintem ezek csak akkor fognak megvalósulni, és ugyanígy a vasútállomásra vonatkozó kérdés. Tehát, hogy ilyen értelemben nem működik más, hogy egy kis település. Én azt gondolom, az embereket, ezek a régi szokások, beidegződések, ezek nagyon-nagyon sokáig elviszik. Tehát szerintem például Domaszéknek fiatal polgármestere van, egy tök okos, jó fej, srác, bár a srác ugye annyi idős, mint én, a feleségem mindig röhög, amikor azt mondom, hogy megyünk valóban a srácokkal, azt mondja, hogy 70 évesen is így fog magamra utalni, meg magukra, nyilván egy felnőtt férfi, csak annyiban fiatal, hogy nem öregebb, nem idősebb nálam, lehet, hogy más már borzasztóan idősnek látná. De hogy én szerintem egy csomó dolgot megcsinál, amit nem tud megcsinálni. Mert nem tudja megcsinálni, mert ott is olyan hagyományos látásmódok, olyan életutak vannak, hogy ezt ő nem teheti meg, amit adott esetben akár jónak is gondolna, hogy megtegye. Szóval ez nehéz kérdés, ennek nagyon nagy a tehetetlensége szerintem ezeknek a rendszereknek, amikben élünk ilyen értelemben. És tök sokan élünk benne, és mi itt vagyunk nem tudom hányan, és mások meg nincsenek itt, és nem ez érdekli őket. Szóval ez tényleg nehéz. Itt csak annyit tennék hozzá, hogy azért nagyon, tehát védeni is kell ilyen szempontból, sajnos a magyar önkormányzatokat ilyen szempontból, mindegy, hogy Győrről, Szegedről beszélünk, vagy éppen Zalaegerszegről. Már mondtam, hogy ugye a jogszabályok nagyon kötik a kezét az önkormányzatoknak. Nyilván a hangsúlyokat át lehetne helyezni, azzal egyetértek, hogy nem biztos, hogy útfejlesztést kéne csinálni, amikor lehet rólit is ugyanannyi pénzből fejleszteni. Én a másik részre utalnék, hogy azért, ugye gondolom a Fingerplanre utaltál a példával, azért az is elmegy 30 éves folyamat volt, mire ők ott eljutottak addig, hogy tehát először senki nem vette komolyan, 30 évig kellett ütni a vasat, mire végre a lakosság is azt mondta, hogy hú, ez nekünk tök jó, hogy vasúttal közlekedünk, nem kocsival állunk a dugóba 3 órát, mert igazából ha autókat őszintén reklámoznak, akkor nem a légkondit említenék, vagy a mit tudom én azt, hogy milyen a felfüggesztés, hanem az, hogy vegyél autót, 3 órát ülhetsz a dugóba. Csak annyi, hogy ilyen szempontból, igen, de abban egyetértek egyébként, hogy a hangsúlyok rosszak Magyarországon. Tehát tényleg ez az autó, a beton, ennek szerintem egyébként nagyon egyszerű oka van, kicsit túlzott a hangsúlyos az építész szakma a városban. Az urbanisztikán belül az építész szakma hangsúlyos. Mert ugye építészeknél van egy ilyen, én több építőztől hallottam, nem tudom mennyire általános, de ezt, hogy hát azért nem kéne már ennyi fát ültetni, mert akarja szép épületeket. Hát mondom, hogy ahogy szép lesz az épület, ha ültetek egy fát, csak a gyalogos nem hal meg a nyári kánikulába, a napszúrásba. Most nyilván dramatizáltam, de érthető a lényeg. Másrészt szerintem Magyarországon az egy probléma, hogy nagyon nehéz változtatni az embereken. Hát ugye Magyarországon már nagyjából 98 óta van szó a szántásmentes mezőgazdaságról, gyakorlatilag alig értelmezhető mennyiségű termelés zajlik szántásmentes. Egyszerűen, hogy mondjam, ezt tudom egyszerűen befogalmazni, 40 vagy annál idős, 40 évnél idősebb embereket meggyőzni arról, hogy változtassanak a szokásukon, nagyon nehéz. És még két dolog jutott eszembe, hogy az ökológiai közösségként azt mondja, hogy ezek a változások az úgynevezett deliberatív részvételi politikai döntéshozatali folyamatokból jöhetnek. Most anélkül, hogy az elméletével belemennénk, van egy eszköz, amit Magyarországon is elkezdtek használni, úgyhogy ajánljuk képviselő úr figyelmébe, részvételi költségvetés. Tehát, hogy most lesz Szegeden, ugye februárban szokták elfogadni a város költségvetését, tehát lesz ezzel kapcsolatban egy vita, be lehet azt terjeszteni, hogy Szegeden is szakítsunk ki egy részvételi költségvetésből. Bármilyen előterjesztést tesztek, azt fogja mondani Botka László, a kabinet vezetése jegyző, hogy ez lehetetlen. De bármilyen előterjesztést, mert arra pont annyi pénz van, és összeomlik a város, ha át akarsz csoportosítani 10 forintot, tehát ez valószínűleg ez lesz, ha csak nem felfedezik, hogy ez nekik is
politikai érdekük, akkor úgy csinálnak, mintha ők találták volna ki. De mindegy, ez egy ilyen rendszer, ugye ez a haszonelvű rendszer, amiben élünk. De a részvételi költségvetés, nem tudom, erről hallottatok-e, most már budapesti kerületükben is elkezdték, talán fővárosi szinten, de a 8. kerületben egészen biztos vagyok benne, hogy próbálkoznak vele. Ez azt jelenti, hogy a kerületi büdzsé egy részét gyakorlatilag úgy a helyi lakosok dönthetnek annak az elköltéséről, különböző mechanizmusokon keresztül, vannak ilyen lakógyűlések, az eredeti modell szerint az Brazíliából, Porto Alegreből jön, a lakógyűlések választanak embereket, tehát ott is mennek a képviselet a részvételen belül, de kötött mandátummal választják őket, és akkor ezt képviselni kell gyakorlatilag a területi gyűlésen, akkor és ez valahogy így kumulálódik, és akkor az a költségvetésnek egy része, az máshogy fog elköltődni, mint hogyha csak az a 28, vagy nem tudom hány ember ül most ott benn, 29 polgármesterre, 28, nem tudom, 19, 8, 28, mint ahogy ők szavaznának, és részvételi módon, tehát érdemi beleszólást engedve az állampolgároknak, és azt mutatja a tapasztalat, hogy másra költenek. Például ilyen dolgokra, ezek a szempontok is fölmerülnek egyáltalán, amik ott ugye fel sem merülnek, vagy oda nem tudnak becsatornázni. Tehát, hogy ilyen értelemben vannak, akár te is megkerested majd a képviselődet, vagy az MKKP-s képviselőket, hogy akkor ezt a költségvetési vitába valami ilyesmi álláspontot képviseljenek, és akkor be lehet dobni ezeket az ötleteket, hogy akkor úgy változtassunk a büdzsén, hogy útfelújításra mínusz 1 milliárd, akkor majd mondják, hogy ez lehetetlen, troli felújításra meg plusz 1 milliárd, vagy nem tudom. Vagy csak egyáltalán a részvételi költségvetést intézményesítsük, és akkor megpróbálod ott ezt a szempontot ott behozni. Ezt mindenképpen lehet csinálni, és szerintem nem csak a mérnökökkel van a gond, egyébként én nagyon sok olyan bizottságon ültem, a LMP-nek volt egy képviselője 10 és 14 között, aki vezette a környezetvédelmi bizottságot, akkor még volt ilyen, hogy ahol tényleg ez volt a mérnöki attitűd, hogy a tér átalakításánál nagyon fontos szempont az átláthatóság, mert a valódi értéket az épületek képviselik, és ezért a fákat ki kell vágni, mert az ténylegesen zavarja az embereket a tér élvezetében, ami teljesen abszurd. Hát ez, bocsánat, nem tudod élvezni azt a teret, amin nincs fa. Nem, manapság ez Szegeden már gyakorlatilag lehetetlen, hogyha őszinték vagyunk. Nekik más volt a fogalmuk ilyen értelemben arról, hogy mi a fontos a térhasználat kapcsán, de én szerintem ez a, bár nem ismerem a magyar néplelket, de valahogy gyökerezik is szerintem ez a rendpárti szemlélet bennünk. Tehát ez a rövidre nyírt fű, nekem ennek a szimbóluma. Ha mediterrán országba megyünk, nem találtok rövidre nyírt füvet. Nem találtok rövidre nyírt füvet, mert belátták, hogy nincs értelme rövidre nyírni a füvet, mert nem fenntartható. Vagy lehet, hogy találtok, de elvétve találtok. Ehhez képest itt nálunk mániákusan nyírjuk a füvet. Tehát én szerintem valahogy ez bennünk is gyökerezik, hogy nagyon nehezen szakadunk el attól, hogy mi a jó környezet. Mi az a jó környezet? A jó környezetet szerintem nagyon sokszor rendezettséggel azonosítjuk, amit szerintem meg kellene haladni, hogyha alkalmazkodni akarnánk a klímaváltozás, a várható klimatikus viszonyokhoz. Ez az én személyes véleményem ezzel kapcsolatban. Hát igen, egy érdekes, amikor megnézi a tájépítészek, teljesen mást mondanak egyébként, mint a hagyományos építészek. Én meg annyit emelnék egyébként, ez tök érdekes, csak eljutott eszembe. Régen például tök jó mérő volt arra, hogy egy településen milyen mennyire tehetős a lakosság, az, hogyha megnéztük, hogy az ingatlanok hány százalékán van légkondi. Ma már Magyarországon az Alföldön ez a mutató már nem működik, mert gyakorlatilag az, hogy aki tud, az tesz fel légkondit, még akkor is, hogyha erről felül kell tenni, mert különben máshogy nem bírja kibírni a nyarakat. Tehát, hogy ez önmagában mutatja egyébként, hogy mennyire kétszik nyakig vagyunk a problémában. Még annyi, a 8 kert szerintem egyébként jó példa a szegedi képviselőinknek. Ott ugye a Pikó András civil háttérből jött, és nyert választást 4-5 évvel, 5 éves most már ciklus 5 évvel ezelőtt, és létrehozták a mögötte lévő mozgalom, az többek között az utcáról lakásból egyesül, nem az Uléből, hanem mi volt az ő nevük? A Város Mindenki Egyesület aktivistái mentek oda, akikből kinőtt a közéletiskolája, ezek ilyen régi aktivista csoport, és ők ott létrehozták a milyen iroda? Meg nem mondom, milyen iroda, mi a neve, de az a lényeg, hogy folyamatosan próbálnak részvételi módon működni. Tehát létrehoztak egy irodát, amely kifejezetten a lakosság bevonását hozza, célozza a politikai döntésekbe. Tapasztalatom szerint ez teljesen idegen a szegedi önkormányzat kultúrától. Egyébként változott a szegedi önkormányzat ilyen értelemben, tehát a bizonyos, nagyon aktív állampolgárok, lehet tőlük is érdemes tanácsot kérni, mondjuk remélem, hogy engedélye nélkül reklámot csapok neki, az nem zavarja őt, a Ballai Anna Mária, a Vakok és Gyengéllátók Csongrád Egyesületének a vezetője, egy elképesztően agilis ember, ő elérte azt,
hogy kimennek hozzá a köztér rekonstrukciók kapcsán egyeztetni a egyébként Bocskai utcai irodájukba, tehát 2 perc sétára van az önkormányzattól. Nem neki kell bemenni, kvázi vakként, nem teljesen vak az Anna, de nagyon komoly látássérül, tehát bottal jár, és csak a bevett útvonalain tud biztonsággal közlekedni. Nem neki kell bemenni az önkormányzathoz. Tehát ezek a változások megtörténtek. Tehát valószínűleg a rendszernek a rigidsége az feltehetően oldható. Ehhez azonban mondjuk az kell, hogy mondjuk az Anna azt csinálta, az Anna az SKT-n is tudott változtatni, hogy hetente egyszer végigment az SKT járatain, és tesztelte, hogy hol működik a vakok és gyengénlátóknak a közlekedését szolgáló hangos bemondó megfelelően. És amikor nem működött, akkor dokumentálta és elküldte az SKT akkori igazgatójának, azt az SKT akkori igazgatójától tudom, hogy ez megtörtént, és akkor az SKT kénytelen volt foglalkozni a problémával. Tehát, hogy a rossz hír az, hogy ha nem rakunk bele energiát, akkor ez önmagától nem fog változni, ha rakunk bele, akkor vannak olyan eszközök valószínűleg, amit lehet használni, hogy változtassunk egy önkormányzatnak a működésén. Nagyon köszi. Úgy tudom, hogy másfél óra volt allokálva erre az eseményre, de ott még egy jelentkezőket láttam. Egy kérdés beletérre még kérdezem itt a szervezőket, a lemezőket. Rendben, akkor várjuk a kérdést. Köszönöm. Hát rossz irányban, mert én 3 kérdésre készültem. Egyik kérdés az a vízgazdálkodásra reflektálna, hogy ugye régen az volt a lényeg, hogy a folyószabályozással az árvízeket megakadályozzák itt az Alföldön. Van egy rengeteg holtág, ami így teljesen el van hanyagolva, hogy azokat visszakötni a folyónak a hogy hallottam erre, hogy ezen gondolkodnak, hogy visszakötni a holtárokat valahogy a Tiszában, illetve az ilyen szikes tavak, azokat is folyton lecsapolják, és ugye az is rengeteget tudna párolódni, hogy ebben van lehetőség itt az Alföldön. A másik az egy ilyen techno-optimista nézet lenne részemre, hogy a nyugati országok, elsősorban Hollandiában nagyon fejlett a mezőgazdaság, és nagyon kis területen nagyon nagy hatékonysággal tudnak termelni. Azt hiszem, krumpliból, valamelyik ilyen mindenki terményből az európai export nagyhatalom, hogy igazából a technológiai fejlődéssel nagyon sok mindent meg lehetne oldani, akárcsak az ilyen mesterséges intelligenciával megtámogatott öntözési rendszerek, hogy a növények mennyire, mekkora vízigényük van, hogy spórolni a vízzel ilyen szinten, a gyomírtóval, a mindenféle egyszerekkel, tehát növény tövenként lehetne szabályozni a kibocsátott mennyiséget, és ezzel is kevesebb környezeti kárt okozni. És a harmadik, hogy mi a véleményetek az érvel kapcsolatban, hogy a gazdasági növekedés az mindig együtt jár a környezeti tudatossággal, azaz, hogyha valaki megengedheti magának, akkor elkezd foglalkozni a környezettel, ami azon múlik, hogy hideg van a házában, mondjuk, addig úgyis fával fog fűteni, de ha a budai belterületekben már sokkal több a környezetvédő, mert egyszerűen megengedhetik ezt maguknak, hogy az általános gazdagodás az egy kiutat jelenthet-e a környezetkárosítás gödvéből? Az elsőre nem tudok válaszolni, a második kapcsán nagyon remélem, hogy igazad lesz, és ténylegesen a technika jelenlegi vívmányai és az ezután következő technológiai változás az segíteni fog minket a tömegesen az alkalmat. Én őszintén remélem ezt, tényleg nagyon-nagyon remélem, hogy ez így lesz, mert szerintem nagyon komoly alkalmazkodási kényszernek leszünk kitéve. A harmadik kérdésre pedig az a válaszom, hogy ez egy ilyen faramuci dolog, mert mindig a gazdagabbaknak magasabb az ökolábnyoma. Tehát zöldülhetsz te akár, hogyha sok pénzed van. Jelenleg ezt mondja a szakirról, mert ha sok pénzed van, azt a sok pénzt te elköltöd, és ha elköltöd,
többet fogyasztasz, többet repülsz, többet autózol, több terméket vásárolsz. Ha nem teszed meg, akkor megtakarításod keletkezik, a megtakarításodat berakod a bankba, és az valamit finanszíroz, tehát működik. Tehát nő a környezetotosság abban az értelemben, hogy az adott magas jövedelmeden belül te feltetően több csomagolásmentes terméket vásárolsz, jobban odafigyelsz arra, hogy szelektíven gyűjtsd a hulladékot, és a többi, és a többi, de összességében ez még mindig sokkal magasabb ökolábnyomot fog, tehát környezetterhelést fog eredményezni, mint hogyha te kevesebbet keresnél. És ez gyakorlatilag nemzeten belüli kutatásokból és nemzetközi összehasonlításokból is kijön. A globálisan egyfőre eső legmagasabb ökolábnyom az Egyesült Arab Emírségek, második USA, harmadik Finnország, negyedik vagy ötödik Dánia, vagy az első hatban van Németországnak kétszer akkora, mint a miénk, pedig sokkal gazdagabbak és sokkal környezettudatosabbak. Tehát, hogy nem tudsz elmenekülni attól, hogy a magas jövedelem az magas környezetterhelést eredményez. Most egy mutatót emeltem ki, de széndioxid kibocsátást, összenergiafelhasználást, tehát bármilyen integráltabb környezetterhelési mutatót nézel, és a fogyasztásból indulsz ki, nem a termelésből, hogy adott ország területén mit termelnek, hanem a fogyasztásból, mert életmódra vonatkozott ugye a kérdés, tehát életmódból indulsz ki, akkor ezt látjuk jelenleg. Tehát a kérdés az, hogy milyen fajta környezetudatosságot támogat, olyan fajta környezetudatosságot, ami az összkörnyezetterhelés csökkentéséhez nem elég. Akkor az első kérdésen válaszolok. Ezek ilyen jó elképzelések, ugye ezt pont az elején mondtam, hogy pont most fújták le ezt az egészet, hivatalosan, vagy hát hivatalosan nem lefújták, csak ellenapolták. Azért itt vannak technikai problémák. Tehát egyrészt ugye ezek a holtágak azóta körbe lettek építve. Nagyon sok olyan egykori vízjárt a területben, aminek a helyén most egy falu áll. Tehát ha azt körbeveszed egy gáttal, hogy árvízmentes is, akkor meg nem sok, akkor nem teszel jót a környezettel, mert ugyanúgy egy elszigetelt ponton lesz a víz. Tehát a tájnak tájt kéne visszaadni a víznek, és itt nem pici dolgokról beszélünk, tehát itt ilyen komplett járásnyi mennyiségű területekről beszélünk. Tehát itt Magyarországon nagyjából évente 3 balatonnyi vizet kéne megspórolni. Ugye ezeket kiengedjük a holtágakba, a holtágaknak tipikus mélysége azért némileg kisebb jelenleg, mint a Balatonnak, mert ugye a menet közben töltődtek is fel, akkor az több, mint 3 balatonnyi négyzetméter lenne. Most nyilván egyszerűsítettem, viszont lényeg értető. Ez tök jó. Kinek a földjén mely falvakat akarod lebontani hozzá, és mely falvakon akarod keresztül vezetni oda a vizet, ahol szintén lehet, hogy majd le kell bontani utcákat, vagy mondjuk szántóföldet kell elvenni. Tehát ezek olyan dolgok, amik nem kell. Egyébként ennek az egyik oka az, hogy Magyarországon nagyon el lett szúrva a visszabályozás, mert ez nem azért van, mert Veselényi rosszul tervezte meg, hanem ugye nem is őt a eredeti tervet valósítottuk meg, hanem az olasz mintát vettük át, ennek teljesen egyszerű oka volt a földmutyi. Tehát ma Magyarországon a visszabályozás az azért néz ki úgy, ahogy, mert annak idején rájöttek arra, hogy az állam pénzéből árvízmentesítesz egy földet, azt 3-szor annyira el tud adni, és az összes nemes ott állt azért, hogy az ő földjét még értékesíteni tudja. Ez most nagyon egyszerűsítettem, és biztos a történészek megdobálnának paradicsommal, de a lényeg tulajdonképpen ez volt. Hogy egy mutyi miatt el lett szúrva az egész, és most már nem tudjuk visszacsinálni, mert most már ott falvak vannak, meg üdülők, meg gyárak, meg utak. A másik a dolognak a szikes tavak, ugye lehetne vizet felpumpálni, én ahhoz a biológiai részéhez nem értek, hogy ott mennyire tenne jót vagy rosszat, hogyha a jelenleg agyonszennyezett Tiszából, vagy egy icipicivel kevésbé agyonszennyezett Dunából pumpálnánk fel vizet, nem tudom, hogy ez ott milyen hatással járna. El tudom képzelni, hogy nem okozna problémát, meg azt is, hogy tönkre tenni a helyi élővilágot, de a másik probléma, hogy csatornákat is újra kéne építeni. Ez gigantikus pénz. A mezőgazdaságra meg annyit, hogy én ezekben nem hiszek, én akkor beleteszem az utolsó szeget a techno-optimizmusba máma koporsójába, hogy ez tök jó. Csak azt figyelembe kell venni, hogy te ahhoz, hogy el tudják költeni egy forintot arra, hogy vegyél egy környezetbarátabb technológiát, ahhoz környezetet kell szennyezned, hiszen ahhoz működtetned kell a gazdaságot, hogy ez az egy forint neked rendelkezésre álljon. És hogyha most elköltünk, fiktív példát mondok, hektáronként, 3 tonna széndioxidnak megfelelő mennyiségű pénzt arra, hogy a végén az öntözés fejlesztésével és a permetezőszerek kevesebb fogyasztásával 1 tonna széndioxidot megspóroljunk egy évente, akkor gyakorlatilag ártottál a bolygónak, hiszen 2 tonna széndioxidot pluszba kibocsájtottál. Nem tudom, hogy érted, hogy mire gondolod. Ez a baj például a csomószor az elektromos autórendszer is, mert nem csak az elektromos autót kell nézni, az elektromos autó gyárat is fel kell építeni, az elektromos autóhoz töltőállomást, ahhoz transformátorállomást, mert az az a transformátor, amiből megy a panelház, az nem fog elbírni még 100 darab
400 amperes gyors töltőt, és akkor még nem is mondtam sokat. Ezeket nem fog elbírni. Ezeket összeset összerakod, és kiszámolod, hogy mennyi széndioxidot kell a rendszerbe beleraknod. Tehát, hogy gazdaságodat mennyit kell felgyorsítanod ahhoz, hogy ezt le tud gyártani, és a végén megspórolsz ennyi széndioxidot, akkor lehet, hogy negatívan jön ki a lépcső. És én nagyon úgy érzem, hogy ezek a technológiák nagyon sokszor olyanok, hogy ha csak a technológiát nézed, akkor jó, de ha már az egész képet hálózatban nézed rendszer szinten, akkor meg már negatívban vagyunk. Egyébként én az, hogy a holland mezőgazdaság az jól működne nálunk, az én szkeptikus vagyok, mert ugye nálunk például egy példát mondok, minden technológia, víz, meg talaj, meg egyebek, ne vegyük figyelme, csak egyet. Magyarországon mezőgazdaság már most is munkaerőhiányba szenved. Tehát, hogy azt az intenzív, nagy munkaerői, és jól képzett, mert ott azért nem akárki dolgozik, mondjuk egy tulipán ültetvényen, tehát ott azért némileg képzettebb emberek vannak. Azt nem biztos, hogy Magyarország most jelenleg a mezőgazdaságnak egyszer rendelkezésre tudna bocsájtani egy olyan munkaerőt. Köszi szépen. Köszönjük a kérdéseket, és köszönjük a válaszokat is. Mindenek előtt a két meghívott vendégnek azt a rengeteg sok hasznos dolgot, ami most itt elhozott. Én bízom abban, hogy mindenki hazavisz magával valamit erről az előadásra, és azt hiszem az 50 forintos műanyagpalack lesz, hanem valami sokkal hasznosabb. Itt a hivatalos szervezet része most véget ért ennek az eseménynek, de én biztatok minden jelenlevőt, hogy kérdezzenek bátran a képviselő úrtól és a tanár úrtól, hogyha valamilyen gondolat motoszkál a fejében. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm még egyszer, és további kellemes estét kívánok.